Hölgyek, urak, kezdhetjük? Kezdjük. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok. Érdmegyőgú Város Közgyűlésének ez évi utolsó rendes ülését, a decemberi közgyűlésünk ülését megnyitom. Megállapítom, hogy figyelmet kérek, tisztelt kollégák, tehát megállapítom, hogy 16 fővel, helyesebben most 15-tel, mert úgy látom, hogy egy képviselő, aki itt van, kiment, vagyunk határozatképesek, mert hogy Asztalos Éva és Antonovics Antal előzetesen jelezte távollétét, és Bács István nem látom itt a teremben, mikorában benn volt, úgyhogy 15 fővel vagyunk határozatképesek. Napirendünkhöz kapcsolódóan annyi megjegyzésem van, hogy két sürgős előterjesztést szeretném, ha tárgyalnánk. Az eddig az érdi járóbeteg szakellátással kapcsolatos előterjesztése Andrasek Mónikának és Tetlák Örsnek, másik pedig a jövő évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Fejk Csaba jegyző úr jóvoltából. A napirenddel kapcsolatosan a mi frakciónk esetében felmerült, hogy Simó Károly indítványait ne vegyük napirendre. Volt most egy egyeztetésem a képviselő úrral, amiben arról győződtem meg, hogy ezek az előterjesztések jó célt szolgálnak, a tetejében megvalósíthatónak tartja őket, és ezt legalábbis a velem való egyeztetésen alátámasztotta. Ennek folytán én azt javaslom, hogy vegyük mégiscsak ezeket napirendre, és tudom azt, hogy többeteknek vannak fenntartásai, hogy akkor ezt ott kezeljük az adott napirendi pontnál, amennyiben ez így elfogadható. Ha nem, akkor jelezni kell, hogy módosító javaslattal él bárki ezzel kapcsolatosan. De én azt javaslom, hogy ha megkésetten is jött ez a közeledés, mégis itt annak jegyében, hogy jönnek az ünnepek, meg egy konkrét jó célról van szó, tárgyaljuk. Jó, köszönöm szépen. Van-e esetleg hozzászólás? Módosító javaslat bármi, akkor szavazzunk egyben a két sürgős előterjesztés napirendre vételéről. Köszönöm szépen. 13 igen, 2 nem, egy tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. Említettem itt informálisan, hogy a folyószámla hitelszerződéshez kapcsolódóan tettem egy 6. pontos kiegészítést, amit lehet módosító javaslatként is kezelni. Nyilván ezt rögtön be is fogadom. Ezt megtaláljátok az EDTR-ben, vagy az új rendszerben a fülnél. A stabilitási törvényre való hivatkozás, egyértelműsíteni a dolgot, a másik pedig a létesítményüzemeltető, sportlétesítményüzemeltető intézménynél, akkor az intézmény vezető személyével kapcsolatos kipontozott helyek kitöltésre kerültek, illetve a könyvvizsgáló személlyel, könyvvizsgáló cégnek a szintén kipontozásra kitöltöttük. Mai napon ezt is feltöltöttük, tehát ennyi változás van, illetve még egy, a deregulációs javaslatból én kiveszem a partnerségi egyeztetésre vonatkozót, tehát azt nem helyeznénk hatályon kívül. Jó, akkor így kérem, hogy szavazzunk a napirend egészéről. Igen, egyhangú, köszönöm szépen. Dr. Romics László egészségügyi intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása. Ennek a napirendi pontnak az előterjesztői előadója Tetlák Örs alpolgármester úr, amennyiben szeretnéd szóban kiegészíteni, megadom a szót. Köszönöm a szót. Két mondatot tennék hozzá, mert viszonylag részletes az előterjesztés. Egyrészt, hogy a intézmény vezetésére kiírt pályázat természetesen a megfelelő formában közzétételre került. Egyetlen pályázat érkezett a pozícióra, az intézmény eddigi főigazgatója Bárány Zsolt pályázata érkezett meg. Ezt a pályázatot a Magyar Orvosi Kamara Pest megyei szervezetével véleményeztettük, akik támogatásukról biztosították a főigazgató úr pályázatát, és ugyanígy tett az önkormányzatnak az a bizottsága, aki a felvételi beszélgetést megtartotta. Ennek Csornai Romhányi Judit, Tímár Istvánné, Demén Attila, Májer Péter főosztályvezető és jó magam voltunk tagjai, és egyhangulag alkalmasnak találtuk Bárány Zsolt pályázatát arra, hogy további 5 évig az intézményt vezesse, ezért én kifejezetten azt kérném, és
azt javasolnám, hogy a közgyűlés is tegyen így, és az egyes határozati javaslatot támogassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászólás, akkor az egyes javaslattal kezdünk, ami a Bárány Zsolt megbízatásának folytatására irányul. Ez egy titkos szavazás és minősített többséget igényel, tehát 10 igen szavazattal megy át a jelölt. Kérem indítani a gépet. Tizenkettő igen és 4 tartózkodás mellett főigazgató urat akkor megbíztuk újabb 5 évre. Szeretnék gratulálni a közgyűlés nevében. Jó munkát, jó egészséget kívánunk a továbbiakra nézve. Egyúttal azt is kívánom, hogy maradj meg itt nekünk, mármint hogy a járóbeteg szakellátás önkormányzati fenntartásban maradjon, de erről majd később beszélni fogunk. Így okafogyottá vált a 2-es számú javaslat. Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése a 2-es számú napirendi pont, ennek előadója a másik alpolgármester úr, Szűcs Gábor. Nem szeretnéd kiegészíteni? Van-e esetleg bizottságok részéről, bárki részéről hozzátennivaló? Ha nincs, akkor javaslom, hogy támogassuk. Mind a két intézmény munkáját kiemelkedőnek értékeljük. Először a kincses óvodával kezdjük. Kérem, hogy szavazzunk. Tizenhat igen egyhangú, majd pedig a Szivárvány óvodával folytatjuk. Ez is egyhangú, 16 igennel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az óvoda vezetők munkáját és az óvoda valamennyi dolgozójának tevékenységét, értékes munkáját. Boldog karácsonyt kívánunk! Hármas napirendi pontunk a Szociális Gondozó Központ tevékenységével összefüggő döntések meghozatala, melyben 4 határozati javaslatról kell szavaznunk. Ennek a napirendi pontnak Tetlák Őrs, a polgármester úr az előadója. Ha kívánod, akkor kiegészítheted. Ha kérdés van, csak abban az esetben. Igen. Köszönöm. Jó. Ha nincs, akkor javaslom, hogy kezdjünk, fogjunk hozzá a szavazáshoz. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SMS-t kell először jóvá hagynunk. Tizenöt igen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. A római 2-es az idősek otthona szakmai programja, ennek a jóváhagyása. Egyhangú, 16 igen, köszönöm szépen. Római 3-as Diósváros önkormányzatával egyeztetést folytassak egyes szolgáltatások tekintetében új megállapodás megkötéséről. Kérem indítani a gépet. Tizennégy igen, egy nem, egy tartózkodás mellett fogadtuk el, és végül a római 4-es, amely két részből áll. Egyrészt az engedélyezett álláshelyek számát 3 fővel megemeljük az idősek otthonellátás keretében, másrészt pedig a Diósdi önkormányzattal megkötött ellátási szerződés felmondására tekintettel az engedélyezett összálláshelyek számát április 1-től 5 fővel csökkentjük. Kérem indítani a gépet. Tizennégy igen, egy nem, egy tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. Következő napirendi pontunk ehhez kapcsolódik. A parlament lehetőséget biztosította arra, pontosabban a kormány, hogy a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntések meghozatalánál a polgármester a közgyűlés jóvoltából átruházott hatáskörben gyorsabban léphessen, természetesen azzal, hogy a soron következő üléseken a vonatkozó szakbizottságot tájékoztatnia kell. Javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, főleg itt az ünnepi időszakban, meg január elején, amikor közigazgatási szünet van, hogyha a sors úgy hozná, akkor tudjak intézkedni, természetesen nem ész nélkül. Ha nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk. Tizenkettő igen, négy nem mellett fogadta el a közgyűlés, köszönöm szépen.
Az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalával folytatjuk. Ugye ebbe belekezdtünk a legutóbbi alkalommal, és megértek bizonyos határozati javaslatok erre az ülésre. A lényeget tekintve tehát létrehozunk egy új intézményt. A Városfejlesztési Kft. Csapata oda átmegy, tehát költségvetési szervként folytatja a munkáját. Igyekszünk a lehető legtöbb dolgozót megtartani, mellyel kapcsolatban nyilván a Gárdonyi Tanúszoda ideiglenes működtetés megszüntetése most problémát okoz, de a cél az lenne, hogy az állomány megmaradjon. Értékes állományról van szó, olyan szakemberekről, akik a uszoda üzemeltetés terén jeleskedtek az elmúlt években, évtizedekben. Ezzel kapcsolatosan 6 helyet, csak nem látom az újat. Azért hozunk 4-et, mert az egyik könyvvizsgálóra vonatkozó döntést ráérünk januárban meghozni, és azt akkor hoznánk be. Így most a kiegészítések értelmében egyeztettem a vezetéssel, elmondom. Egyeztettem a vezetéssel Zsirkai úrral, Zólyomi Ádámmal, és végül is abban a személyi megoldásban, javaslatban maradtunk, hogy Zólyomi Ádámot javaslom az intézmény vezetői pozíció betöltésére. A törvény 1 évre ad lehetőséget számára, és nyilvánvalóan pályáztatni kell majd ezt a helyet. Méltó a bizalmunkra, én remélem, hogy őt politikai konszenzus is övezi, hosszú évek óta tisztességgel és szakszerűen végzi a munkáját. Zsirkai László reményeim szerint nem vonul teljesen vissza a nyugállományba, szeretnénk neki szerepet szánni, fontos, hogy segítse az új intézmény vezető munkáját, ha az bizalmat kap, illetve általa kezelt eddigi projekteket is becsületesen végigvigye. Ezzel indítom meg ennek a napi pontnak a tárgyalását, vitáját, és megadom a szót Témészáros András képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódó 4.-5. határozati javaslatot a pénzügyi bizottság nem tudta értelmezni, nem tudott szavazni róla, hiszen az előbb, ahogy említetted, polgármester úr kipontozott névtelen jelzések voltak, hogy kit kéne megválasztani könyvvizsgálónak egyik, illetve másik esetben. Tehát célszerű lenne a pénzügyi bizottság elé is olyan anyagokat vinni, ami elő van készítve, nem pedig találgatásra kényszeríteni a bizottságot. Ezt többen kritikaként fel is hozták a bizottsági ülésen. A másik, hogy hasonlóan jártunk egy másik napirendnél is, ahol nekünk magunknak kellett ugye megfogalmazni a szintén bizonytalanul leírt határozati javaslatokat, tehát ezeket el kéne kerülni, és itt a jegyző úr figyelmét is fölhívom erre, hogy a hivatalért felelős ember azért figyeljen már oda, hogy ez úgy legyenek előkészítve az előterjesztések, hogy arról lehessen dönteni igennel, nemmel, legrosszabb esetben tartózkodással, bár bizottsági ülésen ritkán fordul elő tartózkodás. Magához a témához pedig csak annyit, hogy mi a magunk részéről nem nagyon tudjuk támogatni, és itt nem személyi kifogásaink vannak a Zólyomi Ádámmal szemben, vagy bárkivel szemben. Magának az átalakulásnak a metódusa a véleményünk szerint ebben a pillanatban nem kellően alátámasztott jogilag, valamint az, hogy az egyik ugye gazdasági társaság, majd pedig a másik intézménybe vonul áll, egy harmadik gazdasági társaságot meg létrehozunk. Közben a gazdasági társaságoknak az éves beszámolói nem tisztázottak, miközben kiderült, hogy októberben ugye megszűnt a éppen aktuális könyvvizsgálónak a megbízatása, tehát a 22-es évnek a könyvvizsgálója jelen pillanatban még majd a megválasztandók közé tartozik, az egész 22-es évre vonatkozóan, majd pedig ugye február 28-ig megint kell egy olyan beszámolót készíteni, amelynek február 28-án elméletileg készen kell lenni, hogy a könyvvizsgáló elkezdje tudni majd megvizsgálni, bár ezt a második számú könyvvizsgálót kvázi később is valóban, ahogy a polgármester úr mondta, meg lehet majd választani, de akkor meg nem kell előterjeszteni. Az egész egy nagy katyvasz ebben a pillanatban, és szerintem semmi másról nem szól az igyekezet és az akarat, mint hogy magát a
Érdi Sport Kft-t, illetve az Érdi Városfejlesztési Kft-t kiüresítsék, illetve a jogutódok, intézmények és egyebek, amik majd létrejönnek ehelyett, reméljük, hogy megfelelő módon ellátva a feladatot, a meglévő feladatot, azok bizonytalan helyzetben legyenek. Tehát mi a magunk részéről ezt támogatni nem tudjuk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Az, hogy a személyi javaslat kipontozásra kerül be a közgyűlés elé, az egyébként nem, hogy nem először fordul elő, hanem az elmúlt évtizedekben rendszeresen szembe kellett ezzel néznünk. Annyit tennék hozzá, hogy természetesen nem könnyű könyvvizsgálót találni egy ilyen időszakban, de szerencsére egy érdi hölgyet sikerült felkérnünk és megnyernünk erre a megbízatásra. A másik pedig, hogy ami zajlik a központi államigazgatásban, és gondolok itt Lázár János miniszter úr tevékenységére, és az ő átalakítási programjára, tulajdonképpen mi is ezt követjük, mert szerintem ez egy helyes elgondolás, hogy amit lehet költségvetési szerformájában működtessen a politikai irányítás, sokkal jobban átlátható, sokkal jobban nyomon követhető az, hogy mi történik a gazdálkodás során. Nem azt mondom, hogy rövid pórázra kötjük, hanem a közgazdasági főosztály jobban tud tervezni, és jobban tudja átlátni a pénzáramokat is évközben. Tehát ennek ez az olvasata. A harmadik megjegyzésem meg az, hogy új utakon járunk annyiban, hogy az ezzel kapcsolatos rendelettervezet egy nem régi jogszabálymódosítás folytán, vagy egy új jogszabály folytán kerül elünk, tehát úttörők vagyunk ebben a tekintetben. Így kérném tehát a megértését a tisztelt társaságnak. Lengyel Péter úrnak adom meg a szót. Frakcióvezető úr, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden annyit szeretnénk mondani egyrészt tisztelt képviselőtársaimnak, illetve a nézőknek is, hogy a döntés, hogy létrehozzuk az intézményt, illetve következő hónapban az Éri Sport Kft-t két gazdasági társasággá utódlással átalakítjuk, az megszületett már az elmúlt közgyűlésen, és azon határozatnak teszünk most eleget, hogy ennek a részletszabályozását határozzuk most meg, és döntsünk róla. Tehát nem újdonság ilyen szempontból, nem először kerül a közgyűlés elé ez a fajta átalakítás. Köszönöm szépen. Bács képviselő úr, tiéd a szó. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr. Nem utódlás lesz a KFT-k esetében, hanem kiválás, tehát azért ez... azért ez fontos kérdés lesz, főleg a járulékfizetések tekintetében. De a polgármester úr, szeretném én arról kérdezni, hogy ön azt komolyan gondolja, hogy az EKF-nek a gazdálkodását jobban átlátja ma bárki, mint a Városfejlesztő Kft-nek a gazdálkodását. Mert ugye önök azt ígérték a választási kampányban, hogy teljesen nyitottak lesznek, és mindent megosztanak a nagy érdemű közönséggel, pláne akik önökre szavaz, de én megmondom őszintén, nem nagyon értek a gazdasági ügyekhez ilyen mélységbe, de hogy az EKF-nek a gazdálkodását negyed annyira se tudom átlátni 10 perces internetes keresés után, mint amennyire a Sport Kft. Vagy a Kft-jét, az teljesen biztos. A másik kérdés meg, azt szeretném kérni polgármester urat, hogy mondja el konyha nyelven, úgy, hogy megértse mindenki, hogy miért éri meg a városnak az anyagilag, gazdaságilag, illetve stratégiailag hosszú távon, hogyha intézményt csinál egy most működő, nyereséges gazdasági társaságból. Tehát én szeretném kérni, hogy ezt mondja el nekünk, hogy ez miért éri meg nekünk. Köszönöm szépen. Az előbb elmondtam. A másik pedig azt gondolom, hogy azért került sor az EGFI megbízására ebből a szempontból, mert az ottani kollégák látják át ezt a típusú feladatot, hogy üzemeltetés. Ott van tapasztalat. Az intézményi gondosságban kevéssé, és egyelőre a kolléganő, aki ott dolgozik, nem felkészült ezen a területen, tehát ennek praktikus oka van. Az EGFI gazdasági igazgatója rendőrnyomozó volt, továbbá a NAV-nak kiemelt vizsgálati revizora volt, tehát szerintem a tisztességet, a becsületességet nézzük, és a rátermettséget szakmailag, akkor jó kezekbe kerül ez a tevékenység. Témészáros Andrásnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Hát az intézmény, illetve a Kft. Közötti különbség, egyrészt, hogy azok a dolgozók, akik eddig a Kft.-ben voltak és akarnak dolgozni az intézménybe, a későbbiekben ugye közalkalmazotti státuszba kerülnek. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai, mérlegelés kérdése, hogy melyik a több. Ez csak Bács Pistának egy pár
szóba a lényeg. A másik előnye pedig az, hogy még egy KFT-nél ugye mindig megvan a veszteségességnek a kockázata, az intézménynél ilyen nincs. Intézménynél hiány van, ahol majd dönt a testület többsége, hogy ezt a hiányt pótolja, vagy nem pótolja, míg a veszteségnél ugye egyértelmű elszámolás következik be, és ettől a pillanattól kezdve a két éves veszteséges működés után a KFT-t, a gazdasági társaságot Isten igazából föl kell számolni. Erre eddig nem került sor, mert nem voltak veszteségesek. Éppen ezért továbbra sincs arra válasz, hogy miért kell átalakítani, vagy miért érdemes átalakítani, azon túl, hogy valóban a póráznak a rövidséget talán az meghatározó a jelenlegi, mondhatnám, fékezett hatású demokrácia mellett, ami itt folyik Érden ebben a pillanatban. Köszönöm szépen. Milyen jó ilyeneket hallani egy fideszes politikus szájából. Bács Istvánnak adom meg ismét a szót. Polgármester úr, nagyon szépen kérem, hogy legyen szíves elmondani konyhanyelven, hogy a 75 ezer érdi állampolgár megértse, hogy miért éri ez meg hosszú távú stratégia szempontjából, illetve anyagilag milyen spórolást, megtakarítást tud ön elképzelni ennek a következő aktusnak a meghozatalától, tehát hogy nyerünk rajta mondjuk 50 millió forintot és plusz két utcát tudunk belőle aszfaltozni, vagy nyerünk belőle 60 millió forintot, és akkor az összes pedagógusnak tudunk adni 13. havi bért. Tehát legyen szíves lefordítani konyhanyelvre, és ne csak az, hogy mert a Lázár miniszter úrnak hasonló elképzelései vannak, de ő azokat mindegyiket indokolja is, hogy mi ennek a hosszú távú célja, és mi az, amit ezzel el tud érni. Mert ugye a sportcsarnok melletti telek az nem ennek a KFT-nek a tulajdonában van, tehát ezt attól függetlenül is ki lehet majd privatizálni, gondolom erre sor fog kerülni. Nem tudom elképzelni, hogy mi lehet egyébként az az ok, amiért egy jól működő, és hangsúlyozom, hogy jól működő társaságot kell intézményé. Az nem jó, hogy degradálni ez a szó, mert alapvetően teljesen más a kettő, tehát nem degradálásról van szó, intézményi átalakítani. Maradjunk akkor ennél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke készített egy feljegyzést a részemre, amelyben részletesen kifejti, hogy áfa ágon 50-90-100 millió forintos megtakarítással lehet számolni. Ha gondolja a képviselő úr, szívesen rendelkezésre bocsájtom ezt a dolgozatot, ez is számított, de természetesen az számított leginkább, hogy az intézményi működtetési forma számunkra sokkal jobban átlátható. Sokkal jobban átlátható, úgy gondolom, tehát napi szinten tudjuk azt ellenőrizni egy ilyen inséges időszakban, hogy mennyi pénzt költünk ezekre a szolgáltatásokra. Teka Uer Norbertnek adom meg a szót. Köszönöm a szót. Én a Humán állományról szeretnék még egy kis információt kapni, hogy most nagyjából olyan 70 fő körüli munkavállalóval dolgozik a Városfejlesztő Kft., hogy készült-e erről esetleg valamilyen előzetes tanulmány vagy felmérés, hogy mennyien maradnának, mennyien kerülnének, vagy mennyi ember kerülne felmondásra, vagy mennyi embernek kerülne felmondásra az újonnan megalakuló intézmény részéről, illetve hogy ezeket a változásokat, amik azért a piaci bérezés és a közalkalmazotti bérezés közötti feszültség lehet, hogy ezt mennyien vállalnák, vagy nem vállalnák el, hogy egyáltalán működőképessé, vagy működőképesnek marad-e így az intézmény, vagy a cég. Tehát magyarul a Humán állomány megmarad-e, vagy nem marad meg, illetve hogy hány embert csúnya szóval teszünk ki az utcára ezzel most. Köszönöm. Vagyis, hogy nem mi, hanem hogy az élet kényszerít minket arra, hogy például a gárdonyi tanúszodát ugye bezárjuk néhány hónapra, vagy ki tudja mennyi időre. 57-en dolgoznak egyébként a KFT-nél, kevesebb, mint 70-en. 21 nyugdíjas munkavállalónk van a cég égisze alatt. A gárdonyiban körülbelül egyébként pont ennyien dolgoznak, ilyen 20 körüli a létszám. Ugye ők az igazán kétségesek, hogy velük mi lesz, hiszen a feladatuk most megszűnik. Tehát ebben a hónapban még biztosan vannak. Én azt szeretném, hogyha minél többet megtarthatnánk ezekből a dolgozókból. De ugye lássuk be, hogy feladat nélkül meg
Egyszerűen ez nem megy. Mi lehet a megoldás? A megoldás az lehetne, hogyha ugye az energiahelyzet az kedvezően javulna, tehát megszűnne a magas díjtételeknek a feszítő kényszere, vagy mondjuk kapna az önkormányzat egy ársapkát. Mert akkor például meg tudnánk nyitni a fenti uszodát is, a fenti uszodába át tudnánk vinni azokat az embereket, akik a Gárdonyiban vannak, és így tovább. Mi ezt nyilvánvalóan Ádámmal, Laci bácsival fogjuk figyelni, és én csütörtök reggel ülök le velük ezeket átbeszélni. Hát még nem eldöntött ez az egész dolog, a szándékot ecseteltem most. Tehát abba az irányba megyünk, hogy minél többet meg tudjunk tartani. De nyilván nem tudok csodát tenni. Tehát ha az van, hogy mondjuk március végéig biztos, hogy nem tudunk megnyitni, visszanyitni Gárdonyit, vagy megnyitni felső parkvárosi uszodát, fenyves parkvárosi uszodát, akkor sajnos a negatív forgatókönyv lép életbe. Ha bármelyiket újra tudjuk nyitni, meg tudjuk nyitni, akkor meg megoldódik ez a dolog szerencsére. Hát ennyi. Bács képviselő úr, aztán ismétek a úr. Na, köszönöm szépen. Mindenután az első és a második kérdésem ugyanaz volt, amelyikre egyikre se kaptam választ. Ezért ezen túl is rendülünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy minden feladatot átvesz az új intézmény, akkor az egy jó dolog. Mi van azokkal a feladatokkal, amiket nem tudom, hogy átvesz-e? Például a főtér üzemeltetése, gesztei ház üzemeltetése. Mi van azokkal a projektekkel, amiket az Érdi Városfejlesztő Kft. Készített elő, azok hogy állnak, hogy lesz annak a lezárása, vagy lehet, hogy már le vannak zárva az inkubátorház, vagy ott kint az Eperföldön, ami készült beruházási projekt, akkor mi a helyzet például a szennyvízátemelőknek a garanciális ügyeivel, ugye több százan vagy több ezer embernek, érdi embernek telepítették ugye a szennyvízátemelőt a Kft. Megbízásából. Kérdezem, hogy mi lesz. Nyilván nekik sokat fog segíteni a helyzetükön, amikor visszakapják a megígért 250 ezer forintot, de hát a garanciát attól függetlenül még várják, illetve a garanciális hibajavításokat. Nem tudom, azok kifutottak-e már. Tehát szeretném, hogyha ezt egy picit részletesebben elmondaná a polgármester úr, mert hogyha ugye minden feladatot mégse fog tovább vinni ez az intézmény, akkor már is nem várható el az a összegű áfa megtakarítás. Na most 50-90 millió forint, ahogy ott ön írta, ez közel 100%-os eltérés, tehát ez bőven hiba határon belül van, tehát döntsük el, hogy valami 50 millió, vagy 90 millió, vagy 55, vagy 95, de ilyet, hogy 50 kötőjel 90 millió forint, hát az nagyon, nagyon egy sánta dolog. Én azt szeretném látni, hogy akkor mi lesz a Kft. Által eddig végzett feladatokkal, illetve mennyi az a megtakarítás, amit ettől várnak. Ezek szerint 20 munkáltatónak a bére az már biztos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hát a 20 munkavállaló bérét azért nem tudod idevenni, mert hogyha Kft. Maradt volna, ők akkor is elképzelhető, hogy távoznak. Tehát ez független attól, hogy intézményé alakul át a gazdasági társaság, vagy nem. A cél az, hogy minél több tevékenységet vigyen tovább. Néhány esetben felmerül, hogy célszerű azt áttenni az ÉGFI-hez, például a Városközpont közterületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatkör, illetve Zsirkai László jövőbeli feladatainak függvénye az, hogy például a projektek menedzsmentje, amit eddig vittek, mivel azt én továbbra is nála tartanám, rábíznám, hogy azt itt mellettem látja el a hivatalban, vagy ott az intézménynél. Tehát a válasz a kérdésre, hogy szerintem a túlnyomó többsége ott marad, és néhány kisebb kivétel átkerülhet az ÉGFI-hez, illetve a projektmenedzsment meg Zsirkai úrral együtt vándorol, amennyiben ő a hivatal égisze alatt fog dolgozni. Tekauer Norbertnek adom meg a szót. Köszönöm, még visszatérnék akkor a munkavállalói kérdésekre, tehát ha jól értelmezem, akkor nagyjából olyan 20 munkavállaló fogja elveszíteni a munkahelyét. És ha jól értelmeztem azt is, akkor ugye ameddig a Kft. Üzemel, vagy működik, tehát a március 1-ig, addig ők munkavállalóként ugyanúgy megmaradnak a Kft.-nél? Vagy már azt mondjuk nekik most karácsony előtt, hogy köszönjük szépen. Ennyi volt, vagy ez hogy fog kinézni, mert még egy érdekes kérdés, mert azért 20 emberről van szó.
Köszönöm szépen, de szerintem én ezt elmondtam az előbb. Tehát a cél az, hogy ne kelljen senkit elküldeni. Ezt elég nehéz lesz teljesíteni. Tehát hónap végéig látok előre. Ugye mennyivel könnyebb lett volna, hogyha a parlament megszavazza a polgármesterek javaslatát, és kapunk ársapkát a gázra, meg kapunk ársapkát a villanyra, de ez elmaradt. Így aztán a Gárdonyinak a bezárása, a működésének ideiglenes szüneteltetése az adottság. Hát nem lehet egy vagyont rákölteni a gázra, meg az áramra. Tehát már most egyébként látszódik, hogy csak az arénánál, ha nézzük a januári-februári költségeket, 80 millióba kerül egy hónap. A Gárdonyinál szerintem 40-50-re kúszik fel, ezt nem tudom pontosan, tehát nonsense. Na most, érted, ha az a cél, hogy maradjanak, akkor kell nekik munkát adni, mert munkanélkül nem lehet ellenni. Tehát egy hónapot más felett maximum ki lehet bekkelni, de hogyha világosan látszik az, hogy belátható időn belül nincs remény az újranyitásra, akkor sajnos ezt a fájdalmas döntést meg kell hozni. Aztán az egy más kérdés, hogyha az úszodák újra üzemelhetnek, nem tudom én, májustól, akkor vissza lehet-e jönniük. De ebben azért ne kelljen most nekem ennél pontosabban állásfoglalom, mert ez egyébként mikromanagement, és természetesen a cég, illetve az hát még cég vezetésének lesz a fő feladata az, hogy ebből a lehető legjobbat kihozza. De szerintem mindenki, aki egy kicsit is szembenéz ezzel a helyzettel, ugyanezt tudná mondani. Köszönöm szépen. Témészáros Andrásnak adom meg a szót. A szót. És ez a kis elmúlt 20-25 perc egyre inkább alátámasztja azt, hogy ezt az előterjesztést nem szabad elfogadni, hiszen egyre inkább az derül ki, akár Tekauer úr kérdéseire adott nem válaszokból, akár a Bács István kérdéseire adott nem válaszokból, hogy nem tudunk semmit, hát majd ahogy esik, úgy puffan, egyébként meg rábízzuk Zsirkaira, hogy számolja már föl magát minél kevesebb zűrzavarral, mert nekünk az a kényelmes. Körülbelül ennyi szűrődött le abból, amit a polgármester úr volt szíves és válaszolt a konkrét és tényekre kíváncsi kérdésekre, az előző képviselőtársaim kérdéseire. Tehát én a magam részéről azt javaslom a előterjesztőnek, hogy egyrészt vonja vissza, ha ezt nem teszi meg, akkor pedig a többségnek is azt javaslom, hogy ne fogadja el, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen. Szó nincs erről. Természetesen az intézményi forma mellett meg vagyunk győződve. A te legfőbb szövetségesed, a Harkai Zoltán, amikor engem polgármesterné választottak, azt mondta nekem, hogy eszembe ne jusson az Égfit visszalakítani KFTV, mert egy intézményi formában sokkal jobban képes ellátni a feladatait, és ez vonatkozik egyébként az összes többi hasonló jellegű szervezetre. Tehát ezzel szembesítenélek meg azzal, amit a ti kormányotok csinál, mert pont ugyanazt csináljuk most mégis. Aztán majd nyilván eldönti az idő, meg az, hogy mit tudunk kezdeni a helyzettel, hogy ebből kihozunk-e akár 50, akár több 100 millió forintos spórolás. Nyilván az, hogy rövid pórázra kötjük a gazdálkodó egységeket, egy ilyen helyzetben ez egy teljesen természetes törekvés, úgy gondolom. És akkor most még egyszer megadom a szót Témészáros Andrásnak. Köszönöm a szót. Tehát el kell mondjam még egyszer, hogy az intézményi gazdálkodásnak, illetve annak a intézményi formának az egy valóban előnye, hogy sosem tud veszteséges lenni, és csak a hiányról kell gondoskodni a tulajdonosnak, illetve az intézmény fenntartónak. Erről szól a történet. Ezzel sincsen baj, csak akkor azért azt tudni kéne, hogy van 20 ember, aki nem tudja karácsony előtt, hogy lesz-e még munkája a jövő hónapban. Van másik 50 ember, aki nem tudja, hogy vajon ő most át tud-e menni abba az intézménybe majd dolgozni, vagy pedig a KFTB-n kifizetik nekik a megfelelő járulékokat és egyebeket, és keresett munkát január 28-a után nagyon sürgősen, mert február 28-ára a KFT ugye meg fog szűnni legalábbis a jelenlegi előterjesztések alapján. Tehát ezek olyan dolgok, amik ezeknek az embereknek az életét bizonytalanná teszi. Nem beszélve arról, hogy ez a KFT, ez a cég azért egy több milliárdos vagyonról gondoskodik, üzemelteti, és így tovább, és így tovább. Az Érdi Sport KFT tulajdonában lévő több milliárdos vagyont lényegében ez a cég üzemelteti ellen pillanatban. Annak megvannak a szakmai követelményei, hogy hogyan lehet gépészt hónapra, könyvvizsgálót se, legalábbis a te szavai szerint nagyon nehéz egyik napról a másikra leakasztani, de a gépészt legalább ugyanilyen nehéz leakasztani egyik napról a másikra, aki tudja, hogy pontosan mit kell csinálni. Na most ezeket az embereket bizonytalanítjuk el ebben a pillanatban. És arra
amikor megkérdezzük, hogy na mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa, pontosabban a Tech-Hauer megkérdezi, illetve a Bács István úr megkérdezi, hogy mi az előnye, mi a hátránya, akkor az a válasz, hogy hát majd meglátjuk, de egyébként a Harkai azt mondta, meg a Lázár is azt mondta, hogy ez így helyes. Én szerintem ez nem kellő megalapozott döntés itt a képviselők számára, hogy ha megkérdezik, hogy miért döntött így, hát mert azt mondta a polgármester, hogy a Harkai ezt üzeni. Vagy azt mondta a polgármester, hogy a Lázár is ezt csinálta. Ezek Isten igazából nem megfelelő döntéshozó pozíciók a mi számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezeket nem velem kellene megbeszélni, hanem a kormányoddal, kedves képviselő úr. Tehát nem én állítottam elő az energiaválságot, meg nem én voltam az, aki a parlamentben leszavazta azt a javaslatot, hogy a helyi önkormányzatok ugyancsak bennmaradhassanak a rezsivédelemben. Aracki András ellene szavazott ennek a javaslatnak. Ha nem szavazott volna ellene, ha átment volna, akkor most nem kellene ilyen dolgokról beszélgetnünk. Az, hogy 14-15-16-szorosára fölmegy a gázdíja, az áramdíja január 1-től még jobban meglódul, hát szerintem az a teljes kormányzás képtelenségről tesz tanúbizonyságot. Mi itt az árral szemben úszunk, semmi más nem csinálunk. Nem kirúgni akarjuk az embereket, bocsánat, most mondom, megtartani akarjuk, de ezeket az intézményeket nem lehet fenntartani. Nem lehet rákölteni több százmillió forintot egy fűtési szezonra, mert a kormány nem partner abban, hogy az uszodák nyitva maradjanak, hogy a sportcsarnokok nyitva maradjanak. Hát nemet mondtatok rá. Most nem értem, miről beszélsz. Mit kellene csinálnunk? Mégis, mi a jó Isten kellene csinálnunk? Költsük rá ezekre a nyitvatartási időkre mondjuk egy óvoda árát? Nem egy bácsféle óvoda árát, hanem egy korrekt óvoda árát. Vagy mit tegyünk? Tehát tényleg szeretném kérdezni, vagy hitel fölvenni nem lehet, nem is érdemes. Ha az embernek lenne pénze, szerintem akkor se költene 150 millió forintot egy fűtési szezonra a korábbi 6 millió helyett. Ezek ennyire egyszerű dolgok. És a másik az, hogy mindenki ezt csinálja az egész országban, tehát nem csak mi. Maruzsa bezárta az összes tanúszodát például. Mi lesz azokkal az emberekkel? Föltetnénk a kérdést. Mi lesz a NIFES-ekkel, a Nemzeti Sportközpontok igazgatóságában dolgozókkal? Azok az anyagok, amiket mi mintának használtunk, még rövidebbek a miénkénél. Így elintézték pikpak, ahogy kell egy választási autokráciában, úgyhogy erről ennyit. Én ezt az irányt tartom helyesnek, jónak, ebben látom a fantáziát, ebben látom annak a garanciát, hogy meg tudjuk fogni a közpénzeket, hogy még takarosabb és takarékosabb, és még feszesebb legyen az önkormányzat működése. Témészáros képviselő úr, tiéd a szó. Hát most megint kezdődött a másikra való mutogatás, de polgármester úr, te jelentkeztél polgármesternek, hogy te ezt majd jól fogod csinálni? 3 éve nem történik a városban semmi, azon túl, hogy panaszkodsz, hogy mindjárt csődbe jutunk, valamint, hogy ezt se lehet megcsinálni, meg egyébként meg a kormány ezt is elrontotta, meg azt is elrontotta. Hát akkor nem kell polgármesternek lenni, hogyha nem tudod, hogy mit akarsz csinálni. Most elmondasz egy szándékot, hogy te meg vagy arról győződve, hogy helyes az intézményi átalakítás. Még az is lehet, hogy igazad van. De azt nem mondod el, hogy miért helyes. Azt megkérdezte a Bács Pista, és nem kapott rá választ. Nem kapott rá választ. Arra, hogy két érvet mondtam. Emiatt a két érv miatt. Amiatt, hogy magasabb a gázára? Nem. Az intézményi hálózatra? Nem figyeltél. Persze. Szóval nagyon egyszerű dolog az azt mondani, hogy van egy hatalmas vagyon, ennek a vagyonnak az üzemeltetését egy KFT eddig jól ellátta, most valaki kitalálta, hogy valóban áfa körön esetleg megspórolható vagy 50 millió forint, vagy 90 millió forint, vagy esetleg 115, de az is lehet, hogy kevesebb, mert lehet, hogy csak 47,5. És akkor az is még egy kérdés, hogy vajon mennyit kell majd végkielégítést kifizetni a KFT-s dolgozóknak. Ez egy kérdés, amiről senki nem gondolkodik, majd gondolom az a válasz, hogy majd megbeszéljük velük, és majd meglátjuk. Na de szeretnénk a döntés előtt szeretnénk ezeket a dolgokat látni, mert talán az volna a helyes döntési pozíció, hogy eljutunk oda, hogy igen, letettünk egy számsort, ez van, amikor KFT van, ez van, amikor magasabb a gázár, ez van, amikor be kell zárni valamit, és ennek ez és ez az ára. Na, ez nem látszik ebben az előterjesztésben, hanem az látszik, hogy te meg vagy arról győződve, hogy jobb az intézmény, mint a KFT. Csak ez senkit nem érdekel rajtad kívül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezek ugye zöldségek, hiszen én nem tudom megváltoztatni az önkormányzatok finanszírozásának a rendszerét, az csak a magyar parlament meg a kormány tudja. Tehát azt mondani, hogy oldjam meg, az nevetséges. Hát hiszen be vagyok szorítva teljes mértékben. Elvettétek a gépjárműadót teljes egészében, az 400 millió forint. Ugye a helyi körüzési adó frontján előírtatok ennek a városnak, öregem,
230 millió forintot kellett befizetnünk. Hát ezek olyan döntések, amelyek tényleg romba döntik az embernek a gazdasági autonómiáját. Tehát könnyű ezeket a szólamokat itt kimondani, könnyű azt mondani, hogy én tettek róla, miközben valójában nem tőlem függ. Nem tőlem függ. Az önkormányzatok finanszírozási modelljét a magyar államháztartáson keresztül a parlament és a kormány határozza meg. Én már semmi más nem kérnék. Én már megelégednék azzal is, hogyha a korábban minket megillető jogos bevételek itt maradhatnának, és nem kényszerítenének plusz sarc fizetésére minket. Már elengedném ezt az évi 700 millió forintos működési támogatást, amelyet te mindig megkaptál. Abból jobban ki tudnánk jönni. Hát az meg, hogy a Gárdonyi bezárását a mi nyakunkba vard, szerintem teljesen téves, helytelen és arcátlan is. Arcátlan, hiszen a kormánynak lehetősége lett volna, még egyszer mondom, a tarifarendszert megváltoztatni, de nem tette, a nyakunkba zúdította a 15-16-szoros gázárat, meg a 10-szeres áramárat, meg a 14-szeres távhőárat. De szerintem a fideszes városok is mindezt csinálják, úgyhogy nem is tudom, miről beszélünk. Bács Istvánnak adom meg a szót. Nem baj, de megadtam. Nem adom meg akkor. Témészáros Andrásnak adom meg a szót. Nem adtam meg. Akkor elveszem a szót. Témészáros Andrásnál van. Témészáros Andrásnál van a szót. Egy szót sem szóltam ellene egyébként. Tehát az intézményi átalakítás ellen egy szót sem szóltam. Szerettem volna megérteni, ugyanúgy, mint a polgármester. Képviselő úr, hogy elmondtam két érvet. Ha azt mondod, hogy az kevés... Az, hogy esetleg meg lehet valami... De ne keverd össze, akkor figyeljetek arra, amit mondok, nagyon egyszerű. Az intézményi átalakulást két dolog miatt javaslom. Az egyik, hogy áfa ágon meg lehet takarítani, az 50 kötőjel 100-ra lehet mosolyogni. 90-et ugye, mondtál. Az 50 kötőjel 100-ra, ugye azért nem tudom megmondani, hogy jövőre 61-62, mert változó, tehát változók függvénye. Milyen tevékenységeket lát el például, milyen bevételek tesz szert, ha így marad, és így tovább. Természetesen ezt a FEB elég részletesen kifejti. Egyébként a személyi juttatásokon keresztül jelentkezik ez. A másik érvem pedig az, hogy egy ilyen megváltozott, katasztrofális gazdasági helyzetben, amikor minden forintot meg kell nézni, hogy mire költünk el, sokkal jobban látom a garanciát az intézményi működésnek. Egyébként meg hallgatok a harkaira. De jó, Témészáros András úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, ha más képviselőt nem hagysz hozzászólni, akkor köszönöm, én nem kérem a szót. Bocsánat, az a ti SMS-etek. Ti fogadtátok el ezt az SMS-t, nem én találtam ki. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Na, csak megnézzük, milyen az, amikor helyet cserélünk egymással. Majd egyszer eljön annak az ideje is, hogy csináljunk egy teljesen más lövésű, vagy hogy mondjam, fazonú SMS-t. Nos, akkor haladjunk sorban a szavazásokkal. Az első javaslat, amelyről dönteni kell, hogy március első napjával Érd Aréna sportlétesítmény üzemeltető intézmény elnevezése költségvetési szerv megalapításáról határozunk. Kérem szépen indítani a gépet. Utána mondom István, amikor odaérünk. Tíz igen, hat nem mellett fogadta el a közgyűlés. A római kettes az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az elfogadására vonatkozik. Kérem a gépet indítani. Ugyancsak 10 igen és 6 nem. Római 3-as. Annyi pontosítást tennék, nem pontosítást, változtatást, hogy kerek egy évre. Tehát március 1-től 24. február 29-éig javaslom megbízni Zólyomi Ádámot, és utána szövegszerűen úgy néz ki minden más rész, hogy a közgyűlés az illetményét a KJT 61 szakasz első bekezdése alapján 800 ezer forintban állapítja meg. Erről döntünk tehát. Titkos szavazás, igen. 11, igen, 4 nem mellett fogadta el a közgyűlés. A római 4-es pedig a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozik, a 22 évi záróbeszámoló és a 23 évi tört beszámoló könyvvizsgálatára. Így szól. Elekes Máriáról van szó, aki az Elekes
ilyen vicces nevű KFT, tehát Elekes a neve, könyvelő, könyvvizsgáló, adószakértő KFT-nek az ügyvezetője, és Áfonya utca 2 szám alatti lakos, anyja neve Orosz Mária, kamarai nyilvántartási száma 003156, ezek hiányoztak a határozati javaslatból. Kérem szépen, hogy indítsuk a gépet. Tíz igen, öt nem, egy tartózkodás mellett fogadtuk el. Végül az utolsó javaslat a római ötös. Melyben meghatározzuk, hogy új kötelezettséget nem vállalhat, illetve a társaság a feladatainak átadásáig saját alap tevékenységéhez kapcsolódóan vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is. Kérem szépen indítani a gépet. Tíz igen, öt nem és egy tartózkodás mellett fogadtuk el. Következik a Sport Kft. Tagi kölcsönszerződés. Mielőtt tovább mennénk a... Na ez a vonatkozó rövid rendelet, igen, ami az új eljárásrend szerint itt szerepel, az átalakulásról szóló rövid rendelet. Ezt kérem, hogy szavazzuk meg. Indítható a gép. Simó Károly nem szavazott. 10 igen, 6 nem mellett fogadta el a közgyűlés. Következő napi rendünk a Sport Kft. Részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati határidejének meghosszabbítása a javaslat szerint 24. december 31-ig. Kérem, hogy fogadjuk el ezt a megoldást. Bács Istvánnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, remek, hiszen ehhez a napi rendhez is passzol. Úgyhogy el tudom, föl tudom tenni a kérdésemet. Ugye városunk annyira remek helyzetben van anyagilag, hogy a tagi kölcsönök visszafizetési határidejét hosszabbítjuk, úgyhogy nem is értem, hogy miért kell egyébként a többi KFT-nket lenullázni, amelyik ráadásul eddig nem szorult tagi kölcsönre és nyereségesen működött. Ellenben itt szeretném megkérni a polgármester urat, hogy említette, hogy kb. 200 forint iparűzési adó befizetési kötelezettsége volt akkor a városnak, nyilván ez a város pénzügyi helyzetét is érinti, akkor legyen már szíves elmondani, hogy mennyi iparűzési adó kompenzáció érkezett meg novemberig, olyan 700 millió forint környék ide, a pontos számot azt nem tudom, akkor a rekiről is legyen szíves akkor beszámolni, hogy abban mennyit kapott eddig a város, milyen, mikre pályáztunk, illetve hogy most van-e nyitva egyébként reki ablakunk, tehát van-e elbírálás alatt reki, de hogyha az összeset mondja évközben, hogy Magyarország kormánya csak úgy puszira mennyire támogatta a városunkat ugye lejárt számlák kifizetésére, akkor azt úgy megköszönnénk, hogyha látnánk, hogy mekkora is itt a szegénység, főleg az tavalyi 2021-es iparűzési adó visszafizetés is, vagy kipótolásra, hogyha megmondaná, hogy az mennyi volt pontosan az összeg. Köszönöm szépen. Köszönöm. A nagy szerencsénkre támogatta a te mutyid nyomainak eltüntetését, gondolok itt a 70 millió forintos visszafizetési kötelezettségre, tehát, hogy nem kellett saját zsebből csak 43 millió forintot befizetni. Egyébként felszólítottalak benneteket, hogy járuljatok a kasszához, de ezt nem tettétek meg valamiért, válaszra sem méltattatok, amit nagyon nehezményezek, mert ezt a kis 70 milliós szépséget itt hagyni nem volt semmi, tehát abba beszállt a kormány, ezt bizonyára tudod. Egyébként pedig kaptunk HIPA kompenzációt, de csak részlegeset tavaly is, és idén is, idén 631 millió. Ezek benne voltak egyébként a múlt közgyűlés anyagaiban, és körülbelül 128 millió hibázik a feltöltésekhez képest, tehát annyival vagyunk megrövidítve.
és jövőre pedig 200 millió forint fölé fog megint menni a szolidaritási adófizetési kötelezettsége a városnak. Rekiben idén 50 millió forintot kaptunk mindössze. És még nyitva van a pozíciónk az év végéig. Ezzel válaszoltam a kérdésre. Témészáros Andrásnak adom meg a szót. A bizottság támogatja a határidő meghosszabbítását, de már akkor is fölmerült, hogy akkor ennek a határidőnek a meghosszabbítása ugye azt is jelenti, hogy majd 24-ben is elővesszük, és akkor is meghosszabbítjuk a határidőt. Tehát, hogy nincs egyfajta stratégiai elképzelés ennek a tagi kölcsönnek a felszámolására, mert Isten igazából, hogy ez a tagi kölcsön az lényegében az önerő kérdése egy TAO-s pályázaton, amik anno Domini még 2012 végén, 13 elején megvásároltuk, volt magát a arénát, és ugye ez TAO-s pénzből, ahhoz pedig szükséges volt az önerő, és akkor az önkormányzat tudta ezt az önerőt biztosítani, és stratégiai kölcsön technikai eszközzel biztosította, hogy a KFT tudja befizetni magát az önerő részt. Tehát ez ennek a következménye, és én azt javaslom, hogy azért gondolkodjanak erről, hát 24. december 31-ig most akkor ráérünk, de azért erre az alatt a két év alatt el kéne azon gondolkodni, hogy mit is csinálunk majd a későbbiekben. Pláne ugye azt belátva, hogy most már elmúlt években nullás volt a kamat, mars, de most azért húzósabb lesz a kamat, magyarán ugrásszerűen fog növekedni ennek a mértéke, ennek a tagi kölcsönnek a mértéke, tehát érdemes volna valóban egyfajta taktikát és stratégiát kidolgozni, hogy ez se a KFT-t ne tegye tönkre, a Sport KFT-t, se az önkormányzatnak ne legyen ilyen vádakkal szembenézni, hogy mástól ugye elvonjuk, meg megszüntetjük, miközben itt pedig hosszabbítjuk a hitel időszakát, és kitoljuk ennek a visszafizetési kötelezettségét. Tehát ezt minden esetre támogatta a bizottság, és támogatni fogjuk mi is. Köszönöm szépen. Azért lássuk be, ez nem egy könnyű döntés, nem is a döntésről beszélek, hanem nem könnyű kivajudni, hogy mit is csináljunk. Megeszem a kalapomat, hogyha ilyenre vonatkozóan bármilyen tudással rendelkeztetek, szerintem a születése pillanatában lehetett tudni, hogy ennek a visszafizetése csak valami csoda folytán lehetséges, tehát önmagában nem képes kitermelni természetesen a cég. Tehát itt vagy egy kormányzati segítségnyújtásra van szükség, vagy valami olyan kreatív megoldásra, ami képes ezt eltüntetni, de hogy a KFT maga kitermeljen annyi nyereséget, amiből visszafizesse a tagi kölcsön, mint például az ETH, amely képes rá, az szerintem abovó kódolt, vagy nem. Nyert. Tehát ezt én nem látom bele. Ezért aztán ezt a labdát most tovább rúgjuk, mert nem tudunk más tenni. Azt meg, hogy elengedjük a kölcsönt, annak az ódiumát szerintem ebben a helyzetben most nem érdemes fölvállalni, úgyhogy figyeljük az eseményeket, próbálunk lobbizni, próbálunk valamit kisütni, de azt nekem senki ne állítsa. Senki nem mondja azt, hogy az elmúlt években már megvolt az a hatalmas, nagy, grandiózus megoldás, amivel ezt a kérdést kezeljük, mert a kezdet-kezdetén lehetett látni, hogy ezt majdhogy nem lehetetlen. Tehát ez a mission impossible visszafizetni. Igaz, Nacsi? Jó. Lengyel Péternek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Második pontra akkor nem is reagálok, mert polgármester úr elmondta, ügyvezetőasszony pedig megerősítette ezt a reakciót. Én csak Bács István képviselőtársamnak szeretném elmondani, hogy való igaz, hogy a helyi iparűzési adóbevételek, ez a múltkori pénzügyi bizottságon is elhangzik, mindig elhangzik, csak szeretném felhívni a figyelmet. Talán 2022-ben a kompenzációval és a növekménnyel együtt elérjük az utolsó békeév, azaz a 2019-es 2,8 milliárd forintos helyi iparűzési adó bevételt, valószínűleg ebben az évben meg is haladjuk. Egy apró tényre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, ami rendszeresen elkerüli a hozzászólásokban a fókuszt, hogy ez alatt az időszak alatt úgy alsó hangon hivatalosan kb. 30%-os infláció következett be az országban. Nem tudom pontosan, kitől származik az idézet, ezt picit szégyellem magam ezért, mert közgazdaságtani az idézet, de adjatok nekem bármilyen növekményt, és bármikor elinflálom, tulajdonképpen ez történik most is. Úgyhogy erről van szó, hogy valójában egy tapottat se tudtunk előrelépni, sajnos. Köszönöm. Köszönjük, képviselő úr. Témészáros András képviselő úr következik.
továbbra is csak azt tudom mondani, hogy kár ezen vitatkozni, és hogy a bank alapod, akkor kezdjél hozzá egyed meg, mert mi pontosan tudtuk 2012-ben is, meg 2013-ban is, hogy ezt miért akarjuk így csinálni, és most is tudjuk, hogy hogyan és miképp kéne ezt megoldani, de azt látjuk, hogy bármilyen javaslatunk van, soha még semmit el nem fogadtatok, hiszen volt az energiaárakra kapcsolódóan is javaslatunk, volt az energialap létrehozatalára is kapcsolatunk, most vitát okozott, miközben Simó Károly előterjesztésre két ügyben, a közbiztonság kérdésében, illetve hasonlóképpen az energiaközösségek létrehozásában vitát kavart közöttetek azt, hogy vajon egyáltalán szabad-e napi rendi pontra venni, tehát fogd a kalapot, sedd meg, ha van. Na, ez gyönyörű végszó volt, akkor szavazzuk meg, kérem indítani a gépet. Ez még gyönyörűbb, mert egyhangú. Köszönöm szépen. Átmeneti finanszírozás és gazdálkodás rendelete szokás szerint decemberben kerül elő. Judit részéről van-e, Ferenc Judit részéről kiegészítés? Jó, javaslom, hogy fogadjuk el. Ha nincs hozzászólás, akkor kérem indítani a gépet. Tizenegy igen, öt nem mellett fogadta el a közgyűlés. A soron következő napirendi pont a folyószámla hitelszerződés megkötése. Most annyiban változás következik be, hogy egy ilyen hibrid rendszerben mennénk tovább, mert hogy lehetőség van arra, hogy innentől kezdve ne kelljen minden áldott évben behozni a folyószámla hitelszerződést, és ennek megfelelően szól a határozati javaslatsor, melyet egyébként a számlavezető bankunk, pénzintézetünk jogászai állítottak elő. Pénzügyi bizottságon ebből parázs vita kerekedett. Azt kérték olyan az OTP-sek, hogy ha lehet, nem nagyon változtassunk rajta, mert ezt a modellt használják, ez vált be. Más önkormányzatoknál azt tapasztalták, hogy vita nélkül elfogadják. Minden esetre én jónak láttam fogalmazni egy olyan hatodik pontot kiegészítésként, ami mégiscsak ezt a hibriditást valahogy kezeli, mert nem láttam benne Isten igazából annak a zálogát, hogy a ránk, tehát nem a bankra, hanem ránk, mint önkormányzatra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalanul figyelembe lennének véve. Ezért aztán, hogyha megnézitek ezt a pirossal szedett hatos pontot, akkor behivatkoztam a stabilitási törvénynek két paragrafusát, vagy hát két alpontját is. Tulajdonképpen ez pontosítja a trivialitást, amit mindenki tud, tehát nekünk egy évre vonatkozóan van mozgásterünk. Tehát nekünk december 31-éig ezt a hitelt vissza kell fizetni, és határozatlan időre szól a jogügylet ugyan, de ezzel a disztinkcióval kezeljük azt, hogy mind a két fél szempontjából teljesen szabályos, másrészt meg gondos legyen ennek a folyószámla hitelszerződésnek a megkötése. Jó? Jó lenne, ha a fülön vad. A mellékletben. Fölolvashatom, de szerintem ember nincs, aki befogadja a hang alapján. Pénzügyi bükfa nyelven íródott. Tehát kimondjuk azt, hogy naptári éven, mert ugye a stabilitási törvény azt, hogy a naptári éven belüli adósságot keletkeztető, naptári éven belüli lejáró jogügyletet köthetünk csak. Tehát kijelentjük, hogy ezt annak tekintjük. Egy, és ezért nincs szükség ugye a kormány hozzájárulásra, ez a klasszikus folyószámlahitel. Másrészt pedig itt becitálom a 8-as szakasz 2-6, amelynek pont az a lényege, hogy az utolsó napján a naptári évnek nem lehet, nem állhat fent tőketartozás. Teszem ezt azért, mondom még egyszer, mert ez egy fura konstrukció. Az OTP állítja, hogy ezt így kell elfogadni, azonban a hatos ponttal lekezeljük azokat a kérdőjeleket, amik itt fölmerültek. Jó? Tehát ezzel, ha úgy tetszik, az előterjesztő maga módosítja a határozati javaslatsort, módosítja, kiegészíti. A pénzügyi bizottság elnöke Témészáros András képviselő úr kért szót. Pénzügyi bizottságban
valóban egy vita keletkezett, pontosabban nem is vita, hanem Újhelyi Gyula bizottsági tagtársunk javaslatára többek között egy határozati javaslat módosítás alakult ki, ez a pénzügyi bizottság ilyen és ilyen számú állásfoglalása. A második pontjában, ugye a határozati javaslat második pontjában a keretösszeg legfeljebb 1 milliárd 800 millió forintot megfogalmazást adjuk az éppen ott lévő határozati javaslati szöveg helyett, valamint az ötödik pontba pedig egy hosszabb részt javaslunk beiktatni. A közgyűlés fölhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP banknál az OTP bank által adott indikatív ajánlat értelmében eljárjon. Zárójelbe egy havi bubor plusz 33%-os, 0,33%-os kamat, 0% rendelkezésre tartási jutalék zárójel bezárva. Az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az önkormányzat képviseletében. És pontosan azért fogadta el ezt a bizottság Újhelyi Gyula javaslatát, illetve Fabricius Györgynek is a javaslatát, mert valóban meg kell határozni azt, hogy mire kötjük a hitelt. Ez a határozati javaslatban nagyon dodonaian van megfogalmazva, tehát maga az 1,8 milliárdos keret megjelent, de az indikatív ajánlat, amely február 9-éig azt hiszem köti az OTP bankot a egyhavi bubor plusz 0,33%-os kamatmarshoz, illetve köti a 0%-os egyéb díjaknak a megkötéséhez. Ez alkalmassá teszi azt, hogy a határozati javaslatban pontosan meghatározzuk, hogy a polgármester úr mit írjon alá és mit ne írjon alá. Egyéb feltételeit természetesen ennek a OTP bankos szerződésnek, azt már a tárgyalásokra bízta a pénzügyi bizottság is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A helyzet az, hogy én ezzel így konkrétan megfogalmazva maga konkrétságával most ismerkedtem meg, de ahogy végighallgattam, elfogadható. Annyit kérnek csak, hogy az a kompromisszum legyen, ez semmi, amit most mondok, hogy az a hosszú szöveg, amit az ötös pont mellé gondoltatok, az legyen már egy külön pontba fogalmazva, téve, szerkesztve, az legyen a hatos pont, és az én általam behozott piros szöveg meg a hetes pont szerintem. Ennyi, és akkor befogadtam. Én annyira... Igen, mert tudjátok, azért volt az egész. Az OTP tényleg kérte, hogy ne változtassunk. Tényleg kérte, hogy ne változtassunk. A Gyula ugye bankba dolgozik, ő elmondta az aggájait, átvezette, Istenem, belefér. De ne az legyen véletlenül, hogy Geller kap a dolog, és nem megy át valami belső rendszerükön, aztán akár rendkívüli közgyűlés kell összehívni, vagy elesünk ettől a lehetőségtől. Lengyel Péter, neked adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Egyrészt a kettes pontban szerintem elnök úr módosult, mert ott most már eléggé jól megvan foglalva, tehát most már hitelkeret. Igen, az ugyanaz, bocsánat, ugye, hogy mondod. Tehát az szükségtelen így. Igen, tehát ott már benne van, hogy hitelkeret, nem pedig hitelösszeg, ami valóban rosszul volt megfogalmazva korábban. A másik pedig a hatos ponttal kiegészítve és mögötte a február 9-ig érvényes indikatív ajánlat, én szerintem elegendő lehet annyival kiegészíteni az ötös pontot, hogy az indikatív ajánlatnak megfelelően. Pont. Én meg azt szeretném mondani, hogy túl beszéljük a dolgot, úgy egyszerűbben járunk, vagy könnyebben túllendülünk ezen, hogyha a pénzügyi bizottság javaslatát befogadom, és megyünk tovább, mert én szerintem nem osz, nem szoroz, jobb a szájíze az embernek tőle. Nem lehetne azt, hogy megszavazzuk, vagy mit... Szűcs Gábornak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Minden tiszteletem a pénzügyi bizottságé, de én nem javasolnám, hogy befogadjuk a módosítójukat, pont azért, mert a folyószámla hitelre a városnak mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy az átmeneti időszakban magát biztosan finanszírozza nagy biztonsággal. Én nem kockáztatnám azt, hogy egy most képződött módosító javaslat miatt akár Gellert kaphat a város pénzügyi stabilitásának a biztosítéka. Úgyhogy én nem javasolnám, hogy itt kockáztassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ebben a szövegben semmi olyan nem szerepel, ami kockázatot jelenthetne. Tulajdonképpen felesleges a szöveg szerintem. Csak ha ettől jobb a pénzügyi bizottság tagjainak a szájíze, én rajtam nem múlik. Tehát én másra számítottam, olyanra, ami alapvetően úgy piszkál bele a terminológiába vagy a feltételekbe, hogy az az OTP-nek gondot okoz. Ez nem okoz gondot, ez igazándiból csak szükségtelen. Témészáros Andrásnak adom meg a szót.
A bizottság előtt eredetileg is fölmerült az, hogy az indikatív ajánlatra utaljunk vissza, nem részletezve az indikatív ajánlatnak a részleteit, de Lengyel Péter is ott volt, látható volt, hogy a többség azt nem úgy támogatja, hanem úgy konkrétan mondjuk ki, hogy mi van az indikatív ajánlatban. Ezért született meg ez a ötödik pont. Azt mindenféleképpen rossznak és hogy mondjam, bizonytalannak tartanám, hogyha egyrészt nem utasítjuk el a bizottság javaslatát, hanem vagy valami másik megoldást teszünk bele. Tehát a hatodik pontként úgy működik, de az, hogy átfogalmazzuk, amit a bizottság döntött, és akkor azt mondjuk, hogy a bizottság egyébként valószínűleg ezt akarta mondani, akkor ez hülyén néz ki, mert a bizottság ezt akarta mondani, amit megszavazott, ez pedig belefér. Az indikatív ajánlatra való hivatkozás egyetlen egy dolgot pontosít egyébként, ami az eredeti határozati javaslatokban egyetlen egy pontban sem, se az elsőben, se az ötödikben, se a hatodikban nem szerepelt, sem pedig a kiegészítő és a stabilitási törvényben való hivatkozásban nem szerepel. Az, hogy pontosan mit is ajánlott a OTP, és hogy mi avval egyet tudunk érteni. Az 1,8 milliárdos keretet, illetve a egyhavi bubor plusz 0,33%-os kamatmarzs. Tehát erről szól a kvázi módosításunk, nem a szándékot, nem a tartalmat módosítja, hanem kiegészíti, illetve konkréttá teszi azt a tartalmat. Ezért én nem látom, ha egyébként aláírta az OTP, hogy február 9-ig föntartja azt az ajánlatot, amit mi most beemeltünk a határozati javaslatba, akkor nem látom az OTP-nek a lelki problémáit, hogy miért nem volna ez neki megfelelő. Köszönöm szépen. Voltaképp ebben most furcsa volt, egyetértünk, de legyen akkor az, hogy külön szavazzunk róla, hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor ki tudja fejezni a véleményét. A hitelkeretes részt akkor befogadtam, a külön pontra vonatkozóról akkor külön szavazunk, mint módosítóról, tehát a pénzügyi bizottság módosító javaslatára, és aztán az egészről. És akkor viszont az az én nagy kérdésem, jogtechnikailag, hogy a hitelfelvételnél népszerinti szavazás van, nem? Na most, akkor a módosítóról hogy kell? Akkor azzal is népszerintivel, tehát osztja a sorsát, vagy nem. Csak azért, hogy tisztázzuk, bocsánat, de az én álláspontom szerint a módosítóról simán lehet szavazni. A magáról a hitelfelvétel tényéről, meg az egészről, az alapjavaslatról, arról szavazunk majd népszerint. De akkor legyen így, nem? Attól függ, hogy szavazunk, mert hogyha... Edző úr, ha ennél tudsz... Pontosabbat mondani, tiéd a szó. A módosításokkal egységben szavaztatod meg a határozatot. Igen. Akkor igen. Név szerinti szavazás. Úgy van. Tehát a módosító javaslatról szavazunk most simán. Én szerintem amúgy nem oszt, nem szoroz. A pénzügyi bizottság módosító javaslata, amit te nem szerettél. 7 igen, 6 nem, 2 tartózkodás mellett, akkor ezt elutasította a közgyűlés. Akkor most az egészről szavazunk. Azoktól érdemes megkérdezni, akik nem igennel szavaztak. Szerintem nincs jelentősége amúgy. Lendüljünk túl. Az egészről szavazunk egyben, jó? Benne az én pontommal. És név szerint akkor. Valamiért ez nem AVC sorrendben halad, de... De nem látom, hogyha szót kért valaki, az a baj, mert eltakarja... Úristen, ez hogy lehetséges? Ja, nem, bocsássatok meg. Most én jövök. Azt kiabálta be valaki, hogy valaki szót kér. Igen. Oda nézek, Antonovics Antal, hogy lehetséges? Egy Szűcs Gábor, igen. Elnézést, az én képernyőm nem azt mutatja, amit ti láttok, de akkor látom. Csőzik László, igen. De akkor ezt figyelem. Andrasek Mónika. Igen. Igen. Csornainé Romhányi Judit. Igen. Igen. Fülöp Sándorné. Nem. Nem. Demién Attila. Nem. Nem. Balla Imre. Igen. Igen. Csépán István. Igen. Igen. Simó Károly. Nem. Nem. Gál Alex. Igen. Igen. Gregus László. Igen. Igen.
Lengyel Péter. Igen. Igen. Témészáros András. Nem. Nem. Tekauer Norbert. Nem. Nem. Bács István. Nem. Nem. Asztalos Éva nincs itt. Tetlák Örs. Igen. 10 igen, 6 nem mellett elfogadtuk a folyószámla hitelszerződés megkötésére irányuló javaslatot. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezésére vonatkozik a következő javaslat, mínusz a partnerségi. Ha van esetleg kérdés, észrevétel, akkor tessék mondani, ha nem, szavazzuk meg. Indulhat a szavazás. Demjén Simó Témészáros. Deregulációs. 11 igen, 5 nem. Lejárt határidejű határozatokról tudomásul vétel. Kérem a gépet indítani. Témészáros András, nem szó. 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Következik a fesztált tömbre vonatkozó előterjesztés. Szűcs Gábor alpolgár, mert Bács István kért ügyrendiben szót. Köszönöm szépen. Valami nem jó a szavazatszámlálógépünkkel, mert tehát nem a végén jelenik meg, amikor mindenki szavazott, hanem folyamatosan fölvillannak, amikor megnyomjuk a gombokat, és ez a második szavazás óta csinálja ugyanezt. De ez most esztétikai probléma? Nem, vagy? Nem, hanem hogy én mielőtt szavaznék, igen, én látom, hogy te hogy szavaztál. És most is így volt, meg az előbb is így volt. Kétszer egymás után most így volt. Hát hogy... akkor ne legyen így, az hogy lehet átállítani? Lehet. Én szerintem ott volt, mert ez... De így volt, és ez így nem helyes, ez így nem felel meg a demokrácia legalapvetőbb dolgainak se. Bizonyos mértékig én egyetértek, de ne így legyen. Tehát ez így nem... De ezt most tudunk egy ilyen próbaszavazást csinálni? Csak úgy, működhet? Jegyzőkönyv kedvé próbaszavazás Bács képviselő úr felvetésére. Én nyomok egy igent. Majd, ha nyomok egy igent. 1-0. Na most, nézzük. Valaki nem szavaz. Ah, most működött. Jó. Figyeljük, ha megint van, akkor szóljatok. Mert én nem látom oldalról. Fesztáltam, alpolgármester úr. Ha van. Nincs. Csak ha kérdés van. Bás István. Köszönöm szépen. Most nem fog belemenni, mert a múltkor már elmondtunk mindent. Tehát, hogy szerintem ezt nem fogjuk támogatni így frakció szinten se. Ellenben van itt egy nagyon érdekes történet, hogy eljárásjoginak ez nem felel meg. Ugyanis a települési szerződés az közigazgatási szerződésnek minősül, és arról az önkormányzathoz történt benyújtását követő 30 napon belül kellett volna szavazni, a 30 per nagy a paragrafus második bekezdése értelmében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint. Én megnéztem, itt a szerződés az hivatkozik a 30. paragrafusra, de a 30 per nagy alatt ezt elfelejti, és ennek a jogszabály indoklása szerint pontosan az az értelme, hogy az időközben folyamatosan bekövetkező jogszabály módosítások, amik azóta már voltak, meg változásokat kövesse, valamint az önkormányzat a stratégiai célokat, tehát hogy belátható időn belül, stb. Stb. Lényeg az, hogy ez a benyújtásról számított 30 napon belül kell erről szavazni. Az anyag az októberben változatlanul itt volt már a közgyűlés előtt, tehát biztos korábban történt a benyújtás, egyébként az anyagon augusztusi dátum van. Tehát ilyen esetben javasolnám, hogy a benyújtást követő 30 napon belül szavazunk róla, ez sajnos nem felel meg a jogszabályi kritériumnak. Köszönöm szépen. 30 nagy a második bekezdés. Köszönöm. Oké, mondjuk én nem, tehát jogilag tegyük fel, hogy így van. Tényben kéne tisztázni, mert ugye ez egy másfajta szerződés szöveg, ez egy módosított. Elnézést, nem a
nem a szerződés benyújtása számít, hanem a telepítési tanulmányterv. Ja, először Isten bizony lehet, szerződés mondta, de így értem. Jó. Igen, az módosított, a szerződés módosított. A település önkormányzat képviselő testülete dönt, a cél megvalósítója. Jó, képviselő, mindenki tanulmányterv annak hiánytalan benyújtásától jó. Számított 30 napon belül. Köszönöm. Megkíséreljük ezt itt tisztázni, hogy probléma-e, hogy tényleg így van-e, és aztán, de ne, pillanat, mert olyan égbe kiáltó nagy változások azóta nem következtek be, tartalmilag nézem. Kérem, hogy aki tud erre, mondjon okosat, reagáljon. Jegyző úr, főépítész úr esetleg, alpolgármester úr, ha ezzel kapcsolatban van meglátás. Mi történik, ha így megszavazzuk, levágják a kezünket, ennyi-bennyi, visszatapsoltatják, tehát mivel nézünk szembe? Nem biztos, hogy érvénytelen. Pillanat, próbáljuk meg tisztázni tényleg. Felvetés komoly, alaki jogilag képviselő kifogásolja, akkor kérem a hivatal segítségét. Ja, nem. Megadod a szót? Most látom, hogy kértél. Szűcs Gábor, alpolgármester úr. Köszönöm a szót. Én egészen biztos vagyok, hogy 30 napon belül vagyunk. A 20. november 28-a volt a legutóbbi közgyűlés, igaz? Jól emlékszel? 24, most van 13-a, és a legutóbbi közgyűlés előtt egy héttel. Októberbe? Azóta nem, hát nem erősítettem meg semmit, képviselő úr, azért hozzátenném. Azóta simán változhatott, ugye, és változott is szerintem, és újból benyújtásra került, képviselő úr, de amúgy, ha 30 napnál régebbi, én semmi akadályát nem, és nyugodtan vállalnám azért, hogy egy városban egy torzó, ami ott meg jelen pillanatban van, ezért én ezt a kockázatot, amit te kockázatnak jelenítesz meg, simán vállalnám. Amúgy pedig az előző ügyrendíthez csak az európai parlamentek közül, az európai országok parlamentjeinek közül legtöbben úgy működik a szavazórendszer, hogy folyamatosan jelennek meg a képviselői helyeknél, hogy éppen hogy szavaz. Ennyit a nem demokratikusságról. Köszönöm. Igen. Közben nézem a törvényszöveget, addig megadom a szót Bács képviselő úrnak. Kér szót, igen. Tehát ez nem úgy működik, hogy azt mondja valaki, hogy szerintem szavazzuk meg, mert mi történik, ez nem így működik. Jogszabály azt mondja, 30 napon belül kell róla szavazni, pont. Ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy a érdi városfejlesztő Kft. Munkatársai 15 nappal a munkaviszonyok megszűnése előtt nyilatkozatni kell, pont. Ezek a határidők, ezek vannak. Ez védi mind az önkormányzatot, védi a befektetőt, valamint egyébként az egész jogrendszert, meg az eljárásrendszer erre épül föl. Nem új jogszabály, 7 éve benne van a törvénybe. Tehát nem most találtuk ki egyébként, úgyhogy ott van benne, 30 napon belül kell szavazni róla, pont ennyi. A törvény úgy fogalmaz, hogy a hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül. Az a kérdés, hogy ezt a második fordulós tárgyalást lehet-e úgy értelmezni, mint hiánytalant, hiszen akkor én vontam vissza, mégpedig azért, mert azt mondtam, hogy tárgyaljunk újra. Na most tárgyaltunk újra. A tanulmánytervet illetően úgy gondoltuk, hogy nincs szükség változtatásra. Én voltam. Tehát még annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy a mostani előterjesztés és a 2 hónappal ezelőtti előterjesztés a tanulmányterv tekintetében az utolsó pontig ugyanaz. Nincs között eltérés. Tehát nem változott a tanulmányterv. Ugyanaz került elénk, mint 2 hónappal ezelőtt. És 2 hónap több, mint 30 nap. Jó, rendben van. Csak mondom, hogy az első és a második között szerintem védhető, a augusztus-októberre lehet gond. Parancsolj, jegyző úr. Jogilag természetesen igaz, ezzel nem lehet szerintem vitatkozni.
Technikailag az a kérdés, ugye, hogy a jelenlegi tanulmányterv az a mostani jogszabályoknak megfelel-e. Erre megfelel, akkor nyilván az lenne a megoldás, hogy újra benyújtja. Igen, pontosan. És akkor a következő ülésen szavaz a közgyűlés. Jogilag. Ez a helyzet. Kérem szépen, a dilemma az... Véleményem is az, hogy egyszerűen be kéne nyújtania és igen. Szavazni. Jó, tudom, mindenki érti szerintem, mi a probléma. A dilemma ugye az, hogy tartalmilag kiérlelt a dolog, tehát ezt már tovább módosítani nem kívánjuk. Ez itt van, erről lehetett volna most szavazni. Van egy alaki fogyatékosság, azt kockára tenni, hogy a főispánság ebben kivetnivalót találjon, tehát a közigazgatási zsűrű ne menjen túl. Ezt a kockázatot futja-e a társaság, vagy annak az ódiumát, hogy azt mondjuk, hogy jogsértő módon jártunk el. Megadom a szót a előterjesztőnek, hogy fenntartod. Megadom a szót Bács úrnak. Tehát ez egy nagyon kényes téma egyébként, azt látjuk mindannyian. Szerintem sejthető, hogy ez a következő választások egyik jelentős témája lesz, amelyik befolyásolni fogja ugye a jelenlegi városvezetés kritikáit. Én úgy érzem, hogy ráadásul még, hát a jelenlegi városvezetés által, vagy városvezetéssel szemben megfogalmazott kritikákat, akkor így volt pontosan mondat. Én úgy érzem, hogy az előbb kimondta mindenhova, tehát a tévéképernyőkben, jegyzőkönyvben polgármester úr, hogy látja, hogy jogszabálysértő, hogyha ezt így megszavazzuk. Jegyző úr ebbe megerősített, hogy ez tény. Én szerintem nem ezen az egy hónapon fog múlni, hogy legalább a jogszabályoknak megfeleljen egy politikai döntés meghozatala. De hogyha egy politikai döntés már a jogszabályok mesdjén is elvérzik, akkor szerintem ott arról nincs is mit beszélni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Senki többet? Hát akkor szavazzunk. Mindenki szavazzon úgy, ahogy gondolja, hogy szavaznia kell, természetesen. Annyit akarok mondani, ha az kerekedne felül, hogy ez többséget kap és átmegy, a jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük, illetve hát valahogy a határozat mellé mellékletén tegyük be ezt a jegyzőkönyvi részt, a szó szerint itt, hogy ennek figyelembevételével, az elhangzott aggály figyelembevételével hoztuk meg a döntést. Jó, akkor szavazzunk. Nyolc igen, öt nem, három tartózkodás mellett, akkor januárban újra tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Következő napirendi ponttal kapcsolatban is van ilyen probléma, mert akkor ezt most hirtelen nem néztem. Szerintem ott nincs. Ott nincs. Következik ugyanis a Kornélia Elvira Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv támogatása. Település rendezési szerződés megkötése. Szűcs Gábor alpolgármesteri a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy helyi vállalkozás bővíteni, illetve új telephelyet kíván létesíteni, ami ugye plusz adóbevételt fog jelenteni majd, ha megépül a város számára. Azt gondolom az egy pozitív jelenség, és ezt támogat. Arra kérem a közgyűlés, hogy támogassa. Jó, köszönöm szépen. Egy irodaház és egy, én úgy gondolom a környezetre problémát nem jelentő kisebb gyártóüzem létesülne ott, ami olyan kis alkatrészeket gyártal, amelyek a gyógyszeriparban használatosak, de nincs szó vegyipari vonatkozásról, nincs szó kemikáliákról, tehát fém megmunkálásról és hasonló dolgokról. A városunk egyik, hogy mondjam, mondanám, hogy szárnyaló középvállalkozása a Sentimento Kft.-ről van szó, amelyik ezen a területen hozna létre egy újabb termelési egységet. Akkor szavazzunk! Hölgyeim és uraim! Határozati javaslat 1. A helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozása a tanulmányterv alapján, hogy ezt támogatjuk, indítható a szavazás. Tizenkettő igen, négy nem mellett. A következő pedig a szerződés támogatása.
a település rendezési szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazás nyújtása a részemre. Indítható a gép. Tizenkettő igen, négy nem mellett fogadtuk el. Belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása. Javaslom, támogassuk. Tehát az idei módosítás. Tizenöt igen, egy nem mellett támogattuk. Teljesítmény követelmények alapját képező stratégiai célok meghatározása polgármesteri hivatal köztisztviselői részére. Kérem, hogy támogassuk azt. Kérem indítani a gépet. 12 igen, 4 tartózkodás mellett fogadtuk el. Simó képviselő úr javaslata energiaközösség létrehozására irányuló projekt indítására. Van-e hozzászólás? Igen, köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Néhány kiegészítést tennék pont azért, mert ugye, ahogy az ülés elején szó volt, úgy tűnik, hogy valakiben felmerült, hogy hogy ez nem egy jó előterjesztés. Szeretném megerősíteni, hogy de jó előterjesztés, már csak azért is, mert erről a közgyűlés már júliusban is döntött azzal, hogy beemelte a Topusz városfejlesztési programterben, de konkrétan nevesítetten is szerepel. Azért is jó előterjesztés, illetve kell ezzel foglalkozni, mert a Topusz az egyéb önkormányzatokat, hogy nézzünk, akkor már mindenki gőzerővel dolgozik a pályázatok kidolgozásán, benyújtásán, úgy tudik, hogy érd ezzel elmaradásban van. Ezért is tettem többek között ezt a javaslatot, hogy kezdődjön már végre el ez a munka is, hogy a Topusz programban elérhető forrásokat szerezze meg a önkormányzatunk. És azért is jó, mert hogy az energia helyzet jelen pillanatban az elhibázott brüsszeli szankciók okán elért az érdi családokhoz is, és ebben az önkormányzatnak mindenképpen feladata van. Az energiaközösség egy olyan Európa több országában már nagyon pozitív példákkal, és Magyarországon is több pozitív példa található a önkormányzatok, akik már elkezdtek, és előre is jutottak. Megvan a megfelelő jogszabályi háttér is, egészen az európai direktíváktól indulva, nemzeti szinten is vannak erre nézve jogszabályi előírások, és ha röviden összefoglaljuk, a lényeg az, hogy egy olyan energiaközösségről van szó, ahol vannak energiatermelők és a rendszerbe betáplálók, ez a legnehezebb falata, hogy hogyan lehet mondjuk megújuló energiából megfelelő mennyiségű energiát betáplálni ebben a rendszerben, és vannak önök, akik ugye használják, jelenzően itt Érden, amire lehetőség lenne, az például az önkormányzati intézmények, illetve maga a lakossági fogyasztók is, hogyha ez megfelelően ki van dolgozva. Fontos tudni még, hogy a kormány stratégiai szerint mind a 197 járásban létre fog jönni a 2030-ig egy energiaközösség. Én azt gondolom, hogy Érd, az érdi járás a legnagyobb települése, járjon ebben élen, és álljon az érére, menjünk előre, és ahogyan a kormányzati javaslatban is megfogalmaztam, kezdődjön ennek a kidolgozása, nyilván ez egy szakmai munka, nagyon sok és szertágazó, és nem mindig olyan dolgokról van szó, ami már triviális, és már korábban mindenki járt ezen az úton, tehát nem biztos, hogy könnyű, de induljon el a munka, kezdődjön el, és amint megnyílnak a pályázati lehetőségek, akkor legyen egy kész projektterv, úgyhogy ezért kérem mindenkinek a támogatását, hogy induljon el, biztos, hogy még szó lesz róla, és ez jó lesz mind a város lakóinak, mi pedig, ha arról beszélünk, hogy hogyan tudja az energia költségeket kézben tartani a kormányzat, akkor ez egy jó eszköz erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tetlákos alpolgármester úr kért szót. Igen, köszönöm szépen. Hát azért ez nem egészen így van. Tehát az energiaközösségek tekintetében, meg ugye általában a magyar energia szabályozásban totális káosz van ma Magyarországon. És én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés tartalmában egyébként tartalmaz értékes elemeket. Ezzel egyetlen egy probléma van, hogy a jogszabályi környezet maximálisan nem adott arra, amit egyébként a
Simó képviselőtársunk előadott. Teljes káosz van. Tehát bármilyen kérdésnél, például napenergia elszámolásban, más állít a kormány, más állít az energiahivatal. Most éppen az a helyzet van Magyarországon, hogy körülbelül több tízezer háztartás fog csődbe menni azért, mert nem fogják tudni elszámolni, vagy nem fog megtérülni nekik az a beruházásuk, amikor napelemes rendszert tettek a házuk tetejére. A másik pedig, hogy energiaközösségeket akkor van értelme kialakítani, hogyha létezik helyben termelt energia. A napenergiát éppen kivégzi a kormány. Szélerőműveket nem lehet telepíteni, a geotermiával kapcsolatban évtizedes lemaradásban vagyunk. Az energiaközösségek azok csodálatosan jó lenne, hogyha működne, csak ennek jelen pillanatban a kormány elmaradása és a kormány totojázása, évtizedes totojázása miatt a közelében nem vagyunk. Tehát nehogy már azt mondjuk, hogy itt azon múlik, hogy az energiaközösség létrehozása, hogy az érdi önkormányzat, vagy az érdi képviselő közgyűlés képviselő testület miként szavaz, ez azon múlik, hogy a feltételei nem adottak. Úgyhogy tehát legalább már itt ne tévesszük meg a helyieket. Ez nem, tehát még egyszer mondom, nem azért nincsen járási, vagy városi, vagy bármilyen energiaközösség érdem, mert nem készítettük elő, vagy nem foglalkoznánk vele, vagy nem tartjuk egy hasznos és működő intézménynek, vagy lehetőségnek, hanem azért, mert Magyarországon ennek a feltételei nem adottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondjuk ennek minden szavával egyetértek természetesen. A képviselő úr, amikor beszélgettem erről, akkor engem egyetlen egy dolog mozgatott, hogy ő azt állítja, hogy ezek konkrétan elhozható, egyébként általa is jól ismert. Máshol egyébként még támogatott projektek. Tehát ha ez így van, akkor én pusztán azt nézem, hogy ha arra van reális lehetőség, akár MVM-en keresztül, akár más, hogy ebben lépjünk, akkor lépjük, és akkor elfelejtem a maszlakokat, amik elhangzottak politikailag, mert ha az érdiek számára tudunk forrást hozni, akkor ragadjunk még minden lehetőséget. Úgyhogy én ezért megszavazom, meg gesztusként is megszavazom, még ha nem is kapok viszonzást érte, csak ezzel ezt akarom kifejezni. A frakció meg szavazzon úgy, ahogy szeretne ebben a kérdésben természetesen, meg minden képviselő szavazzon úgy, ahogy szeretne ebben a kérdésben. Ha egyébként nem kapna többséget, akkor is beszélnünk kell róla a következő év elején, mert mégiscsak része a TOP Plus programnak ez az egész gondolatkör. Egyébként nem vagyunk elmaradva, szeretném mondani, tehát a megerősített pályázati osztály, külsős partnereink, Gordos Tamás égőzerővel dolgoznak azon, hogy ahogy felszabadulnak ezek az összegek, akkor rögtön tudjuk őket költeni. Jó? Tehát ennyi megjegyzés mellé. Simó képviselő úr, tiéd a szó, Károly. Köszönöm szépen. Tetlák Örs szavaival, ahogy fogasztok mondtad, a maszlag, amit a Tetlák Örs eladott, ehhez kapcsolódnék, mert hogy jól mondta, tényleg az helyzet van, hogy két út áll előttük. Az egyik, amit a Tetlák Örs mondta, hogy az érdő önkormányzat csak azért, mert van itt egy álzöld képviselete, egy szabad szemben nem is látható támogatottságú párt képviseletében, ő mindenképpen meg akarja akadályozni. Megvan minden lehetősége annak arra az érdő önkormányzatnak, hogy ezt az energiaközösséget megszervezze. Megvan minden lehetőség, jogszabály lehetőség arra, hogy az energiatermelési része is meg tudjon valósulni. Nyilván, hogyha valaki komolyan foglalkozik és szeretné, de hogyha az van, amit a Tetlák Örs mond, hogy nem akarás van, tehát hogy nem akarja, mindenképpen csak arra számít, hogy kormány ellenes lózungokat tudjon pufogtatni, akkor természetesen irgalmatlan sok energia befektetésével meg tudja azt magyarázni, hogy miért nem valósul meg. Ez az elmúlt három év érdi városvezetése, hogy azt magyarázza az érdi városvezetése, hogy miért nem lehet megcsinálni. Ha ezen az úton akarnak továbbra is menni, akkor lehet, hogy többségi időnk. Én azt javasolnám, hogy induljunk el az az úton három év után, hogy végre legyen valami olyan, ami az érdiek érzik, hogy ez a városvezetés legalább megpróbálkozott azzal, hogy tegyen értük. Úgyhogy továbbra is azt kérem, hogy egy megvalósítható, más városokban már konkrétan meg is valósult, tehát elindult, és konkrétan nem lehet azt mondani, hogy Magyarország nincsen, mert van egy ilyen projekt, el tudjon indulni, kérném továbbra is a támogatását. Igen, képviselő úr, de ezek a mellé vigyeztet megjegyzések, dehonestáló megjegyzések bizonyosan nem segítik azt, hogy a Szövetség Érdőt frakció ezt támogassa. Tehát csak mondom, erről beszéltem, hogy ha együtt akarunk működni, akkor ezeket mellőzzük már, legalább az adott napirendi pont vitájánál, mert tényleg teljesen nehéz így, hát azok az, hogy legalább kísérelje meg most először. Hát a mi felfogásunk szerint és a mi szívünk és lelkünk szerint mi az érdiekért dolgozunk három éve megfeszítve, iszonyatos ellenszélben, erről szól a történet. Tetlák Örs, Témészáros Szűcs a felszólalók sorrendje.
Igen, köszönöm szépen. Tehát hát a hablatja nem foglalkoznék, tehát nyilván Simó Károlynak ezt el kellett mondania. Őszintén remélem, hogy ettől most jobban alszol, hogy volt rá lehetőséged. Azért mondani, egy idézettel azért mégiscsak megtámogatnám, amit korábban mondtam. Ez pedig így szól, hogy a megújuló energiaforrásokra valóban 2010-től át lehetett volna szervezetten, tudatosan lépésről lépésre állni. Nagyjából 2000 megawattnyi megújuló energia állt volna rendelkezésre az évtized közepére, tehát 7-es évvel ezelőttre. Ezt Matolcsi elvtárs volt kedves megosztani a közvéleménnyel. Ez minősít titeket. Tehát 12 éve nem tesztek semmit, most meg itt energiaközösséget szeretné szervezni a jogszabályi lehetőségek hiányosságait. Tulajdonképpen negligálva. Tehát képmutatás, amit csináltok, az összes minősítésetekkel pedig nem kívánok érdemben foglalkozni. Ja, és ez még egy dolog. Tehát amikor egy fideszes előterjesztésben meglátom, hogy nem tudom hány millió forintot szeretnétek tanulmányok készítésére elkülöníteni és arra fordítani, azért attól már egyből borsódzik a hátam. Tehát akár az ETH, akár más ilyen-olyan Sport Kft. És egyéb tanácsadói szerződések után nincs az a jó Isten, hogy én olyat megszavazzak, hogy ti tanácsadói szerződéseket kössetek bárkivel. Köszönöm. Köszönöm. Témészáros András. Azért a polgármester úr szeretném arra emlékeztetni, hogy Tetlák Őrs kezdte azokat a politikai megjegyzéseket, amik lényegében nála már ilyen beteges kényszerképzeteket szülnek. Nem Simó Károly tartozik adóbevételekkel és adóösszegekkel, hanem Tetlák Őrs tartozik a közösségnek. Nem Simó Károly próbál meg olyan zöldségeket beterjeszteni, amik egyszerűen károsak mind az országnak, mind a városunknak. Tehát át kéne azt gondolni ma, jelen pillanatban, amikor az érdi területek nagy része be van építve, hogy van-e még olyan hely, ahol adott esetben az úgynevezett megújuló energiának van helye és területe. Át kéne gondolni, hogy amikor egy adott esetben szükséges energiamennyiséget létre kell hozni, és meg kell nézni, hogy gázerőművel, vagy atomerőművel, vagy napenergiával, akkor mekkora terület szükséges hozzá. Nagyon sokfajta számítás van. És itt ma Érden kellene számítanunk, nem másutt, és Érden kéne végig gondolni azt, hogy az energiaközösség ad-e lehetőséget és segít-e azoknak az embereknek, akik Érden élnek. Voltak itt panelprogramok, voltak itt különböző próbálkozások arra, mind a Döcsakovszki csőzik időszakban, mind az én időszakomban, hogy próbálj, de soha nem volt arra példa, hogy a családi házas környezetnek az energia megtakarítását és a családi házas környezetnek az energia rendszerét próbáljuk megfogalmazni. Miközben Érden 90%-a az embereknek családi házakban él. Az energiaközösség, hogyha ennek a rétegnek, ennek a 90%-nak tud segíteni, akkor nem kell hallgatni Tetlák Őrs beteges gondolataira, hanem el kell indítani egy pozitív folyamatot, meg kell próbálni elindítani azt a folyamatot, ami valóban minden egyes embernek tud itt segíteni, aki Érden él. Én ezt szeretném, én ezért támogatom a Csimó képviselőtársamnak a véleményét, és nem akarok vitatkozni olyan dologban, sem az országos energiapolitikával, sem a világban lévő energiapolitikával, amihez ebben a pillanatban nem csak nekem, hanem Nobel-díjasoknak is teljesen más vélemények alakulnak ki egymással szöges ellentétben. Mi egyszerű lépéseket szeretnénk lépni, ami jobb az érdieknek. És nem elvi kérdésekben eldönteni dolgokat, amit itt most megpróbálnak a zöldek, kívül zöldek, belül vörösek megoldani helyettünk is ebben a pillanatban. Köszönjük, képviselő úr. Egyébként szerintem nem áll, amit mondasz, mert direkt figyeltem a Simó képviselő úrnak a expozéját, bevezetőjét, tehát rendesen mondott, olyan oldalvágások voltak, amelyekre az ember fölkapta a fejét, pedig direkt kértem, hogy ezeket hagyjuk ki. Szűcs Gábor is Tetlák Őrs a felszólalók sorrendje. Köszönöm a szót. Az a görög dinnye, András, amire gondolsz, tudod, a kívül zöld, belül vörös. No, a másik része pedig, én alapvetően támogatom az energiaközösségeket, és híve is vagyok, csak azért a realitásoktól és a valóságtól nem tudunk elragaszkodni.
ami Simó képviselő úr említette a topot. A top az látóhatárban nincs jelen pillanatban. Most mindegy, hogy a kormányzati propaganda mit mond, hogy így a megegyezés, úgy a megegyezés. Az Európai Bizottsága, majd meglátjuk, amikor kézzelfogható lesz. Most, amiről döntenénk, vagy döntünk, az konkrétan annyit jelent, hogy biztosítunk egy forrást egy tanulmány elkészítésére, amiből vagy lesz valami, vagy sem. De ha esetleg a TOF forrás megérkezik, rendben van, akkor menjünk tovább. A hazai jogszabályi környezet, ahogy Tetlák alpolgármester úr is mondta, hát pont nem a megújuló energia támogatásáról szól, hanem pont ennek a lehetőségeit nehezíti, illetve lehetetleníti el. Csak egy helyi példát említve. A Fegyverspark-városi Köznevelési Centrum tetejére telepített napelemeket nem engedik be, annak a termelését nem engedi be a hálózatba. Nem engedik be. Szóval ez egy nagy, egyáltalán nem arra mutat, hogy mint például Isztambulban, akár a Galatasaray stadionjának ugye a tetejét, nem tudom, olvastátok-e, hogy a napelemekkel látták el, és a környéknek a energiaellátásához hozzájárul. Szóval a magyar jogszabályi környezet nem ezt segít, és mindazonáltal, hogy én egyetértek Karcsi veled abban, hogy erre szükség van. Csak, és abban is benne vagyok, hogy akkor hozzunk egy elvi döntést, hogyha mind a jogszabályi környezet, mind a TOP forrás, hogy mert támogatom az energiaközösség létrehozását, hogy értsd, és most nem a politikai maszlagokról szeretnék beszélni, csak a valóságról. A másik pedig igenis adott esetben nem jelenleg szűzöld területeknek a akármilyen beépítésére kéne gondolni, hanem a meglévő felületek, akár az önkormányzati intézmények tetejé, és még sorolhatnám ezeket a lehetőségeket, és ezeket egy termelő rendszerbe kapcsolva, de ehhez a hálózat és maga a szolgáltató nélkül ez nem fog menni. És a jogszabályi környezet pont nem erre mutat. A másik része is be is fejezném a hozzászólást. Szóval a sok mindent lehet állítani, meg álmodni és remélni, de az elektron és a molekulát azt nem lehet zacskóba hazavinni, vagy a másik házhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tetlák Örs következik. Köszönöm szépen, hát a nagy gondolkodó az ugye szokásához híven elmondta a dörgedelmeit, kicsit személyeskedett, aztán kiment, de visszajött, hál' Istennek, szerettem volna megvárni. Tehát Témészáros Andrásnak a minősítéseivel nehéz nem foglalkozni, mert azért jelentősen beszél zagyvaságokat jó szokásához híven, de hogy ki kívül micsoda, meg belül micsoda, tehát azért egy kívülbelül tolvajg az ember, azért fogja már vissza magát, hogyha egy mód van rá. És akkor az érdemi részével kapcsolatban. Az, hogy hova rakunk napelemeket, vagy napelemes rendszereket, hol építünk ki, erre mondjuk rögtön mondanám példaként az elképesztően zöld elődeinknek a egyik beruházását, az a Topoly utcai szociális komplex, amit sikerült úgy megterveztetni és úgy elindítani a kivitelezését, hogy egy 4000 négyzetméteres épület napelemes rendszer nélkül került kivitelezésre. Hogy ez ma mit jelent ennek az épületnek az üzemeltetése meg fenntartása tekintetében? Hát elég komoly nehézségeket a város számára. Számos más olyan beruházás volt, amikor teljesen hasonló példákat lehetne hozni, tehát, és akkor ezek után a nagy gondolkodó előadja, hogy hol kellene napelemes rendszereket telepíteni, hát semmiképpen nem a zöldmezős beruházások tekintetében, hanem a például az érdemt rendelkezésre álló háztetőkön. És amíg ennek a kormány ebben nem partner, már pedig nem partner, mert mint említettem, jelen pillanatban éppen a napelemes rendszerek kivéreztetésén ügyködnek, addig én azt javasolnám, hogy hasonló megfontolású előterjesztésekkel forduljanak a most megválasztott energiaügyi miniszterhez, akinek egyébként talán az lenne a dolga, hogy a végre vezesse már ki ezt az országot az orosz energiafüggésből, meg a fosszilis energiáktól való végletes kitettségből. Köszönöm szépen. Simó Károlynak adom meg a szót. Köszönöm, szeretnék reagálni szakmai oldalról azokra a felvetésekre, amelyek előttem elhangzottak. Egyrészt Tetlák Örs téved,
kormány éppen, hogy célot tűztek, és az új energiaügyi miniszter kifejezetten a megújuló energiák tekintetében igen komoly célokat fogalmazott meg. Azt nem tudjuk megkerülni, hogy van egy elosztói hálózat, aminek fejlesztésre van szüksége ahhoz, hogy azokat a csatlakozási kéréseket tudják teljesíteni, amelyek vannak. Úgyhogy ez egy rossz indulatú megközelítése tett le a Kölcsnek, hogy valaki azért próbálná csak, mert nem akarja. Ez nem igaz. Soha ennyi napelemes kis háztartási kísérlemű nem települt és nem kezdett el működni, mint az elmúlt években. Azokra az elhangzott információkra reagálnék, hogy a TOP plusz, hát pont megvan nyitva előttem, és mutattam az imént a Szűcs Gábor alpolgárs úrnak, hogy a TOP plusz jelen pillanatban a mai napon 4828 pályázat van már benyújtva, 1171 milliárd forint az, ami igényelt, és 419, tehát 420 milliárd már ki is fizetett a TOP pluszba, tehát a TOP plusz az már rég elindult, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érdemes figyelembe venni, illetve kifejezetten az előterjesztésen melléklete is, hogyha bárki vette volna a fáradtságot, elolvasta volna, akkor 2021, tehát lassan két éve, 2021. január 1-től az a villamos energiáról szóló törvényben, annak is a 66. paragrafusában az energiaközösség szabályozva van. Tehát nem igaz, hogy nincsen hazai jogszabályi környezet, de van, benne van a villamos energiáról szóló törvényben, ez benne volt és benne van az előterjesztés mellékletében is, sőt 2022. szeptemberétől aktuálisan Magyar Energia és Közműhivatal újabb szabályozási eszközökkel él, hogy hogyan tudja ezeket segíteni. Tehát azt gondolom, hogy minden adott. Ha viszont az van, amit hallottunk, Szűcs Gábor alpolgárs úr támogatja, és nagyon helyesen támogatja, és azt gondolom, hogy jó, említette például a parkvárosi helyzetet, hát pontosan azért kell az energiaközösség, hogy azok a megtermelt energiák, amelyek is egyébként nem tudnak akkor felhasználni, azok máshol hasznosulni tudjanak. Tehát egész egyszerűen, ha szabad mondani, konyha nyelven lefordítva, hogyha adott egy megújuló energiatermelő forrás, és abból a forrásból megtermelt energiát abban a pillanatban nem tudja valaki felhasználni, és betáplálja a rendszerben, akkor egy másik ponton ugyanazt az energiát fel lehet használni, hogyha ez energiaközösségben szervezett fogyasztókról van szó. Tehát pont ezért is, tehát megerősíteni a parkvárosi példa, pont megerősíti, hogy erre szükség van. Adott tehát a szabályozási környezet, adott a kormányzat támogatása, kifejezett biztatása, adottak a jó példák, adott a feladat, hogyha valaki szeretne dolgozni, két döntési lehetőség van. Az egyik, hogy elindulunk és elkezdjük csinálni, a másik, hogy ahogy Tetlákos alpolgárs úr is mondja, nem kell vele foglalkozni, mert az egyszerűbb, nincs vele baj, és lehet színni a kormány nyugodtan. Én kérem, hogy ebben döntsön a közgyűlés, hogy támogatja, hogy tényleg legyen valami komoly és pozitív dolog, vagy pedig a kifogások keresése zajlik tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor a TOP plusz programnak a beindítását ne húzzuk már rá érre, hiszen semmi köze hozzá, hiszen mi egy külön ablakban vagyunk, tehát mi nem tudtunk indulni a többi pályázaton. Akármelyikről is van szó, Érdnek nem volt lehetősége rá, Érd külön pályáztatás nélkül kap egy adott összeget. Ez az összeg meglehetősen szerény. Ez az összeg 4,5 milliárd forint, ez ma már egy közepes projektnek az ára. Nudli, kérem szépen. Ezt Navracsics miniszter úrnak elmondtam, valójában ennek minimum a duplájára lenne szükség ahhoz, hogy legalább egy picit értelmezhető projekteket tudjunk csinálni a városban. Tehát erről ennyit. Az lett volna az én eredeti kritikám ez a javaslathoz, hogy nem tartom időszerűnek. Nem nagyon vagyunk távol attól az időponttól, amikor fel lehet vetni és meg lehet szavazni, de ma egy pillanatra se gondoljuk azt, hogy van érvényes FVS-ünk. Mert hiába fogadtuk el a fenntartható városfejlesztési stratégiát, és hiába hagyta azt rögtön jóvá a megyei önkormányzat, az irányító hatóság még nem tette meg az észrevételeit. Tehát pillanatnyilag nincs milyen alapon, milyen pénzeket lehívni Érdnek. Remélem, hogy ez hamarosan meg lesz, de ma ezt mindenki lássa, hogy arra várunk, hogy megjöjjenek az észrevételek az FVS kapcsán, amik miatt az első mérföldkőig legalább mindenképpen módosítani kell majd szerintem magát a matériát, az anyagot is, de a TVP-ket is, vagy a TVP-t is, mert amely városok már kaptak ilyen jellegű észrevételeket, azok eléggé nehezen megoldható feladatokat tartalmaznak, előírásokat számukra. Például gondolok itt Egerre. 8-10 olyan észrevétel, amik húsba vágóan belemennek az elfogadott FVS-be, át kell dolgozni azokat. Tehát ezeket én meg akartam volna várni. Hiszen a TOP tárgyalások eredményeképpen, mióta ezt a döntést meghoztuk, és a pályázat, hogy mondjam, ez egy pályázati forma beadása óta,
valamelyest a feltételrendszer változott. Tehát a bizottságnak új, pont a válság miatt új előírásai, új szempontjai, új céljai kerültek meghatározásra, és ezeknek meg kell feledni. Ez minden egyes ablakot érinteni fog itt a TOP programban, és ezeket az észrevételeket, mondom, ezekben a hónapokban küldik ki az egyes városoknak, és mi még ezt nem kaptuk meg. Hamarosan megkapjuk. Ezért én azt gondoltam eredetileg, hogy ráérünk erről januárban is szavazni. Egyébként nekem is a hátamon feláll a szőr, a megvalósíthatósági tanulmány szó. Ez olyan, mint a tanácsadói szerződés szó hallatán. Meg kéne azt is nézni, hogy lehet ezt észszerű keretek közé, pénzügyi keretek közé szorítani, hogy lehet esetleg kihagyni, mellőzni az egész folyamatból, hogy rögtön a megvalósíthatásokra menjen pénzzel. Amíg például van egy napelem rendszerünk a Fenyves Parkvárosi Közlekedési Centrumban mondjuk, meg egyiket a BEM téren is, és annak az energiájából nem tudjuk az iszonyú magas áramdíjat produkáló topolyt, popolyba átvinni az elektronokat, a molekulákat úgymond, addig én ezeken így széttárt kézzel nézek, és Matolcsi György jut nekem is eszembe, aki ugye azt mondta, hogy 2010-ben kellett volna megragadni a gyeplőt, mert körülbelül 2000 megawattnyi energiát tudtunk volna már a megújulók mellé még berakni, csak az évtized közepére. Tehát csak az évtized közepére. Nos, én szerintem az egyik javaslat megérinti a számpot, tehát a mobilitási tervet, amit ez követően fogunk csak elfogadni. Ugye azzal is haladni fogunk meg a szekapot, tehát ott is meg kell fogalmazni pontosan az irányokat, és összhangban kell lennie a számpnak ezzel. Viszont ne az legyen, hogy a gombhoz varjuk a kabátot, hanem fordítva, a gombokat illesztjük rá a téli ruhaneműre, tehát az első mérföldkőig történő igazolásnál az illeszkedés megvalósulását szerintem ezen keresztül kellett volna csinálni. A másik javaslat ugye érinti az ESA-t is. Az ESA-ban nem volt konkrét kiírás mindez idáig, pedig társadalmi egyeztetésre megküldték a TOP 3-3-3-2-2-1-es kiírást, ami a humán infrastruktúráról szól. Ez így még továbbra sem jelent, meg nem lett kihirdetve. Tehát egészen addig, amíg ennek a tartalma nem tisztázott, addig nehéz olyan előkészítési tevékenységeket folytatni, amelyek pénzigényesek, tehát itt most 10 millió forintról beszélünk, tehát ezeknek van kockázata, mert az elszámolhatósági feltételek nem ismertek pontosan. Ez lett volna az én szakszerű kritikám ez a dologhoz. Azóta ez a történet teljesen más vonalat vett, hogy most elkezdtük tárgyalni, és csak azt akarom érzékeltetni a nézők felé, hogy itt egy olyasmiről beszélgetünk, amiben tulajdonképpen egyetértünk, tehát senki nem gondolja azt, hogy ne kellene energiaközösségeket szervezni érdembelül. De a szakmai kritika része az, hogy ez most nem időszerű, erről januárban, februárban kellene dönteni. Hát ami meg politikai jellegű adok-kapok, az meg elhangzott. Úgyhogy én a vitát még nem zárom le, mert megadom Tekauer Norbertnek a szót, de aztán megpróbálom lezárni, és azon is gondolkodjon a tisztelt társaság, hogy akkor milyen szavazásokat és hogyan ejtsük meg ebben az ügyben, egyeztessünk-e frakció szinten, illetve a 4 határozati javaslat közül, hogyha a másodikat kivesszük, ami a megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozik, akkor mennyire vagyunk esetleg beljebb ebben a történetben, egy módosító javaslat szintjén kezelve. Tekauer képviselő úr, tiéd a szó. Köszönöm, sok minden elhangzott, amire szerettem volna még választ kapni. Ellenben felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy ha ennyire nagy idegenkedés van mondjuk a tanulmány tervektől, mert azt azért mindannyian tudjuk, hogy anélkül azért nem jól lehet ilyen típusú pályázatokat beadni egyszer. Kettő pedig már ti legnálásatok alatt is volt erre példa, lásd a Felső Parkvárosban kialakított klímapark esetében, ahol egy 50 milliós beruházáshoz egy 15 millió forintos tanulmány szavazott meg a közgyűlés. Tehát valószínűleg az sem volt véletlen. Úgyhogy ezt szerettem volna az mindenféle politikai felhang nélkül csak a tények kedvéért elmondani. Én szerintem amúgy tehát valamit kell lépni. Tehát az érezhető, hogy itt hónapról hónapra is nagyokat változhat az energiahelyzet, és ennek elébe kellett volna már menni nyilvánvalóan régóta, de azt, hogy ezt települési szinten mondjuk meg tudjuk tenni, arra sosincsen késő, vagy sosincsen korán, azonnal meg kell tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy valamilyen irányban ezt el kell indítani, az lehet egy, hogyha annyira frusztrálja
többséget az, hogy benne van egy tanulmányterv, akkor ki lehet venni azt a pontot belőle, előbb-utóbb úgyis bele kell majd tenni újra. Tehát valahogy el kell indítani. Én ezt nem gondolom, hogy ebből politikai felhangokat kéne megütni ebben a témában, hogyha ez éppen most Simó Károlynak jutott eszébe, akkor neki jutott eszébe. Úgyhogy szerintem elfogadható a kezdeményezés, és próbáljunk valami olyan konszenzusra jutni, hogy induljon is el a konkrét munka ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. A klímabarát parknak a terve, mely engedélyezési elemeket is tartalmaz, az rögtön alkalmas arra, hogy az alapján íródjon ki a kivitelezési közbeszerzés, tehát óhatatlanul szükséges. A megvalósítási tanulmányterv, ha ilyen, megelőzve Simó urat, hogy gombot nyomjon, ha ilyen, akkor rendben van természetesen. Tehát én is akarok ilyen vadpopulista lenni, fogalmam sincs az árakról ebben a tekintetben. Tehát nem tudom, hogy 1 millióért is be lehet szereznie ugyanezt, vagy 5 milliót ki kell rá pengetni, de csak egy olyan tanulmánytervet berendelni, ami körbejárja ágat, bogát ennek az egész történetnek, és ilyen rózsaszín ködös javaslatokat ad, arra nincs pénz. Ezeket soha nem szerettem. Olyan tanulmányra, ami előfeltétele a megvalósításnak, azonban igen. Tehát szerintem bolintásokból ítélve ebben egyetértünk. Azt szeretném mondani, hogy 12:53 van, szerintem legyen most egy ebédszünet, azzal át lehet gondolni, lehet egyeztetni, lehet tanácskozni, és akkor visszatérünk rá. Jó? 13:30-kor folytatjuk. Az energiaközösséges előterjesztésnél hagytuk abba. Előterjesztőt kérdezem, hogy fenntartja a javaslatát. Igen, fenntartom, köszönöm. Igen, fenntartom, jó. Frakciónk arra az álláspontra helyezkedett, tartottunk egy rövid frakciülést, hogy nem támogatjuk jelen pillanatban, január-februárban, ha újra bejön a közgyűlés elé, mivel a célt illetően egyetértünk, mivel a TOP pluszban szerepel, meg tudjuk beszélni, és nyitottak vagyunk arra, hogy ezt elfogadjuk. Ugye utalnék ebben a körben arra, hogy a FFS támogatása még nem érkezett meg, tehát nem áll rendelkezésre, célszerű beválni a irányítóhatóság észrevételeket. Utalnék ebben a körben arra, hogy a jogszabályi környezet nincs meg, de addigra vélhetően meg lesz. Az energiahatékonysági stratégia újraalkotása is megy, illetve idézném Kovács Pál energiahivatali elnök helyettesnek azon december 9-én a Solar konferencián tett kijelentését, hogy az ezt firtató kérdésre, mármint a szaldó elszámolás kivezetése, megszüntetése, most vagy 10 év múlva esedékes kérdésre, azt válaszolta, hogy a konkrét kérdésre egyelőre még nem lehet megmondani, hogy az hogyan, milyen ütemezés szerint valósítják meg az uniós rendelet szerint az új energiaügyi minisztérium megalakulására, a hazai villamos energiarendszer szabályozási kapacitásai körüli kihívásokra, valamint a szomszéd országunkban zajló háborúra figyelemmel az ottani áramigény csak rángató hatásra utalva. Ez a pillanat még nem aktuális a válaszra, de az rövidesen megszületik. Szóval erre a három körülményre tekintettel, tehát erre az álláspontra helyezkedett a Szövetségi Erdős frakció előterjesztő Simó Károly. Tudunk-e közelíteni, tudunk-e közeledni, meg tudunk-e egyezni abban, hogy egy új lendülettel, egy friss lendülettel leporolva ezt januárban tárgyaljuk, vagy akkor szavazást kérsz róla? Tessék, tiéd a szó. Mint előterjesztő az SZNSZ-ben, biztos tudjuk, hogy remélve összefoglalnám a beérkezett véleményekre, azt gondolom, amit most polgármester elmondott, azok valószínűleg igazak, csak nem erre a témakörre. Tehát a szaldóelszámolás az teljesen egy másik témakör. Mint korábban említettem, bárki felmegy a pályázat.gov.hu-ra és láthatja, hogy a TOP plusz program elindult, sőt már kifizetések is történtek 426 forint értékben, tehát nem igaz, hogy nem indult el a TOP plusz. Harmadrészt még, ahogy az előterjesztésben is szerepel, megvan a jogszabályi háttere, tehát a villamos energia törvényben, a VED-ben konkrétan szabályozva van, és pont azok az érvek, amelyek itt elhangzottak vitában, mind azt támasztják alá, hogy minden nap késlekedés az tulajdonképpen vesztesége az önkormányzatnak. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ha van lendület és van akarat, és nem csak arról van szó, hogy félre kell söpörni egy olyan javaslatot, ami másfél érkezik, mint a többségi frakció, akkor kérem, hogy támogassák. Köszönöm. Jó. Hagyd tegyek helyre még egyszer egy dolgot. Ez az, hogy Érd FVS megalkotásra kötelezett város. Tehát mi nem pályázhatnánk semmilyen, nem is pályázhatunk semmilyen TOP plusz pályázati kiírásra. A szomszédaink igen, Tárnok nyert is. Mi nem. Nekünk a legutolsó információk szerint legkorábban a pénzek hozzáférhetővé jövő év szeptemberében válnak. Csak mondom, tehát így nézze mindenki.
A TOP Plus természetesen addig haladunk a programok előkészítésével. A sok esetben szerintem érdemes lesz előfinanszírozásra a terveket gyártani. Ez is lehet egy ilyen, jelzem, de szükségtelenek érzem azt, hogy erről most ilyen kijelöltetett módon szavazzunk, csak azért is DAFKE alapon, szemben azzal a lehetőséggel, amit most lesöprünk az asztalról, Károly, hogy januárban együtt áldjuk meg ezt a javaslatot. De ha így gondoltad, így gondoltad. Nincs más jelentkező, akkor szavazzunk, jó? Öt igen, kilenc nem, egy tartózkodás mellett fogadta el. Utasította el a közgyűlés a javaslatot. Az IKER előterjesztés hozzá a soron következő 16-os közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt. Én úgy értelmezem, hogy lefolytattuk ennek is a vitáját. Ha valaki másképp gondolja, akkor szóljon. Simó Károly előterjesztői a szó. Köszönöm szépen, szólpolgárs úr. Az előterjesztés egy kicsit más tematika, egyetlen közös dolog van benne, hogy ugyanúgy a TOP Plus programból finanszírozható. A tematikája egy picit azért másabb, mert hogy arról szól, ami csak érintőlegesen az energia, viszont a közbiztonságról, a közvilágításról, illetve a közlekedés biztonságról szól. A javaslatom lényeg az, hogy egy olyan mintaprojekt, vagy más néven pilot projekt induljon el, ami akár kiterjeszthet az egész városra is. És tudjuk azt, hogy akik önkormányzati képviselők vagyunk, és egyéb válaszok ebbe választottak meg, tudjuk, hogy nagyon sokan megkeresnek, hogy ha egy útvonalon lehet közlekedni, mert szilárd burkolat van, akkor azonnal megjelennek a szágoldozók, és hogy azonnal álljon ott rendőr. Most nyilván 24 órában, 7 napon keresztül nem tud rendőr állni, egyszerűen nincs ennyi kapacitás, és a közlekedés biztonságot nagyban javítaná, és azért jelöltem meg az előterjesztésben egy olyan területet, ahol már amúgy is ki van jelölve egy lakó-pihenővezet, ez lényegében a Szajkó utca, Csalogány utca, Fehérvári út és a Páva utca közötti terület. Egy picit módosítanám is az előterjesztésemet, ezt a területet felhívták a figyelmemet, hogy igazából könnyedén beilleszthető, kiterjeszteném a Sas utca, Turul utca és Fehérvári út által is közrezárt területre, hisz ott is ugyanez lenne. Ami a megvalósítás módját illeti, az okos oszlopok azok Magyarország több városában már elkezdték használni, kipróbálni, és azért is tennék javaslatot egy mintaprojekt keretében, hogyha ez beválik, és az önkormányzatunk megszerzi a tudást, tapasztalatot, kapcsolatrendszert, hogy honnan és milyen módon lehet ezeket beszerezni. Ezek az okos oszlopok modulárisan felépíthetőek, és egyrészt a modulokban be el lehet helyezni akár a térfigyelő, akár a légszennyezettségmérés, akár pedig a wifi, elektromos töltő és egyéb funkciókat. Illetve magát a közvilágítást is, és arra is tekintettel, hogy hamarosan a következő generációs mobilhálózat fejlesztés is kopogtat városunk ajtaján is. Ezeket mind-mind egybegyúrva egy olyan mintaprojektet lehetne megvalósítani, amiben ki lehetne azt tapasztalni, hogy hogyan lehet a forgalom szabályozás, illetve a szabályok betartását kvázi egy olyan módszerrel, mint például az országos közutakon a Véda. Ugye tudjuk, hogy ahol működik a Véda, ott hajlamosabbak az emberek betartani a szabályokat, amik egyébként mindig is léteztek. Ez nagyon-nagyon az út elején van, itt nagyon sok jogszabályi pontosítás is szükséges, hisz a jogszabályok nagy többsége rendelkezésre áll, közlekedési szakértők, illetve közlekedési szakjogászokkal konzultáltam, akik megerősítették, hogy amennyiben egy kisebb területen sikerül ezt sikerre vinni egy mintaprojekt keretében, akkor lehet arról beszélni, hogy hogyan lehet ezt kiterjeszteni, akár egy város szintre, érdi szintre, akár pedig akár más városokban is lehet meg később alkalmazni. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy az Okos Város, illetve a TOP Plus program megfelelő program konstrukcióiban lehetne találni arra forrást, hogy ezt végigvinni, hisz nem csak a második választókerület nem csak ért, hanem az egész ország számára hasznos tudna lenni, hogyha ez meg tudna valósulni. Úgyhogy én azt gondolom, azt javasolnám tekintettel arra, hogy az előbbire visszautalni polgársor azt mondta, hogy még nem lehet pályázatot benyújtani, de említette azt is, hogy az előkészítés ettől függetlenül el kell induljon. Én is azt gondolom, hogy el kell induljon. És ezek a tanulmányok nem pénzköltésre szólnak. Egyébként azt kell mondjam, hogy tehát a polgársornak rossz az, aki rosszra gondol. Az ország nagyon sok önkormányzatánál azok a tanulmányok, amelyek egyébként pályázati mellékletként
kötelező módon elő vannak írva, hogy el kell végezni, azok, hogyha jól vannak megcsinálva, és itt azt szeretném mondani, hogy nem én szerződnék, hanem a polgármesteri hivatal szerződne, tehát hogyha valakit kvázi megvádolt előre az a polgármesteri hivatal volt, hogy rosszul szeretné elkölteni a pénzt, tehát azt gondolom, ezek a tanulmányok kidolgozása ez több hónap, pont azért kellene időben indítani, hogy álljanak már készen a tanulmányok, álljanak készen az előkészített szakmai anyagok, hogy amint megnyílik a konstrukció, azonnal lehessen ezt a pályázatot indítani, és legyen idő meg is valósítani. Úgyhogy kérném, hogy támogassa mindenki ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha Otto von Bismarckra hallgatnánk, akinek tulajdonítják azt a mondást, hogy csak az ökör következetes, akkor ugye most el lehetne ezt fogadnunk. Azonban én maradnék következetes mégiscsak, hiszen az előbb az FVS el nem fogadására, az FVS jóvágyott FVS hiányára alapítottuk a nem szavazatunkat. Természetesen ezzel a célra is egyet lehet érteni, mint ahogy egyet is értettünk vele, hiszen megszavaztuk együtt a TOP Plus, tehát része lesz majd. Én azt szeretném mondani, hogy várjuk meg a következő hónapokat, kapjuk meg a jóváhagyást az FVS-re, és utána csináljuk, bőségesen rendelkezésre áll idő egyébként, és a többi projektnél is az előkészületi munkák mennek, ahogy tudnak. Számot kell majd vetni azzal, csak mondom, hogy az összes FVS projektnél hogy tudunk elindulni a tervekkel egyszerre, mert ezeknek a lefinanszírozása gondot fog okozni, tehát itt elképzelhető, hogy célszerű lesz fejlesztési hitelt fölvenni rá. Ez alatt az egy hónap alatt szerintem semmilyen lehetőség nem megy el. Én is töprengeni fogok majd azon, hogy hogyan tudnánk a lehető legtöbb forrást, fejlesztési hitelt ezekre a célokra allokálni. Az irány az, amit egyébként Kaposvár is csinál, hogy mire a pénzek lehívhatóak, addigra minél több olyan terv, minél több olyan műszaki dokumentáció legyen meg, ami alapján szinte azonnal lehet indítani kiviteli közbeszerzéseket, vagy in-house megoldásokat. Szerencsére a zöld terület fejlesztések esetében meg talán a legfontosabbak ezen a területen. Az engedélyeztetések nem olyan széles körűek és nem olyan hosszantartóak, tehát azokat soroltuk előre, de ezek a projektek is ugyancsak fontosak, szeretném hangsúlyozni, tehát a célokat tekintve egyetértünk. Szavazzunk akkor, mivel több hozzászólást nem látok. Öt igen, kilenc nem, egy tartózkodás mellett utasított el a közgyűlés a javaslatot, de a célokat természetesen nem. Az érdi járóbeteg szakellátás és a dr. Romics László egészségügyi intézmény megvédése tárgykörében sürgős előterjesztést nyújtott be Andrasek Mónika és Tetlák Őrs. Képviselőtársaink, amennyiben ezt indokolni kívánjátok, vagy szóbeli kiegészítést szeretnétek tenni, akkor megadom a szót. Tetlák a polgármester úr. Köszönöm szépen. Az előterjesztés arról szól, hogy a parlamenti többség által nemrégiben elfogadott és az egyes egészségügyi törvények megváltoztatásáról szóló jogszabály alapján egészen nyilvánvaló az a kormányzati szándék, hogy a szakrendelőket államosítsák, vegyék ki az önkormányzatok fenntartása alól, illetve már ezek a frissen elfogadott változtatások is tartalmaznak egészen szomorú részleteket. Mindenek előtt ilyen például az a vezényelhetőség, az az átszervezési lehetőség, ami arról szól, hogy tulajdonképpen majd a helyzetbe hozott kórházak vezetői szabadon dönthetnek arról, hogy a alájuk beszervezett szakrendelőkben dolgozó szakszemélyzet és orvosok mikor és hol fognak munkát végezni, mikor és hol fognak ügyeletet vállalni. Ez elsősorban városunk szempontjait figyelembe véve elég szomorú forgatókönyveket vetít előre, ugyanis itt nincs másról szó, mint egyébként végletesen kórházközpontú magyar egészségügyi rendszerben nyilvánvalóan a szakrendelők állománya kárára fogják tudni feltölteni a kórházakban a hiányzó szakellátásokat, hiányzó szakorvosokat és a hiányzó rendeléseket ebből fogják tudni megoldani. Itt nyilvánvalóan sérülni fognak az orvos-beteg kapcsolatok, meg mindenek előtt a dr. Romics László egészségügyi intézményben elérhető szakorvosi ellátásoknak a száma, minősége, gyakorisága egészen biztos, hogy ezeknek a további változások elfogadása esetén számunkra károsan fog alakulni.
Arról persze nem is beszélve, hogy már mi minden változott. Tehát ezekkel a változtatásokkal kikerült az önkormányzatok alól a védőnői hálózat, kikerült a körzetmegállapításnak a lehetősége. Tehát itt egy egészen elképesztő fokú centralizációnak vagyunk a tanúi. Én abban erősen szkeptikus vagyok, hogy majd a kormányzati központ, vagy a praxis kezelő például jobban fogja tudni, hogy adott esetben Érden, hogy kell körzeteket kialakítani, akár felnőtt orvos, akár gyerekorvos, akár védőnő, akár fogorvos tekintetében. Tehát ez egy kifejezetten káros folyamatnak az elején közepén tart a kormányzat. A szakrendelőkkel kapcsolatban már megszületett az a döntés, hogy a gazdálkodási adatokhoz és a munkaerő helyzetéhez mostantól hozzáfér a kormány, tehát nyilvánvaló, hogy a szakrendelők esetében és a Romics László Egészségügyi Intézmény is ilyen, valamiféle komoly beavatkozásra készülnek. Ez az előterjesztés az arról szól, hogy nyilvánítsuk ki azt a szándékunkat, hogy szeretnénk önkormányzati fenntartásban a város érdekében megtartani ezt a rendelőintézetet, és erre kérjük fel a országgyűlési képviselőnket is, hogy ugyanezt a törekvésünket támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, melynek magam is elnökségi tagja vagyok, is hasonlóképpen vélekelik, és az elmúlt hónapokban számtalanszor felszólaltunk ebben az ügyben, egyetértve az elhangzottakkal és a javaslattal. Megadom a szót Andrasek Mónikának. Képviselőasszony. Köszönöm. Csak kiegészíteni szerettem volna Tetlák a polgármester úr szavait, igazából ő elmondta a lényegét. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy mint fiatal anyuka szeretnénk képviselni azt a nézetet, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az önkormányzatoknál maradjanak a szakrendelők. A járóbeteg ellátás fontos, hogy itt maradjon a közelben, és hogy átlássuk ezt az egész rendszert. Ha ez így bekerülne, mint a törvényjavaslat is ezt mutatja, ezt az irányt mutatja, nem gondolom, hogy ennek jó vége lenne. Tehát szerintem ez nem egy jó utat képvisel, nem egy jó irányt képvisel. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A Nincs Bács Istvánnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Túl azon, hogy a feltételezésekre, rossz indulatú feltételezésekre szerintem fölösleges is szót vesztegetni. Inkább azt jegyezném meg, hogy a város anyagi hozzájárulása a szakrendelő működtetéséhez, hát nem éppen marginális, de talán hiba határon túli, tehát annyira csekély, hogy nem osz, nem szorosz. Tehát az, hogy a város tartja fönt a szakrendelőt, az egy kicsit erős túlzás, mint hogy egy város építi oda a naperőmű parkot, vagy napelem parkot, az is túlzás, mert a magyar kormány támogatásából épül meg az egész. Ehelyett felújíthattunk volna egy pár orvosi rendelőt, vagy a jelenlegi városvezetés is normálisabb körülményeket adhatott volna házi orvosoknak, gyerekorvosoknak. De én ebben nem is megyek bele annyi az egész, hogy a határozat szövege az alaptörvény ellenes. Konkrétan jegyző úrnak kérem ki a véleményét, hívom fel a figyelmét. Úgyhogy mint alaptörvény ellenes határozat szövegről szerintem teljesen felesleges itt egyetlen egy szót is fecsérelni, úgyhogy én a magam részéről be is fejeztem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Romics ott lehetett csak felújítani a maradvány összegből, tehát az irányító hatóság nem engedett, próbáltunk mi is más helyrajzi számokat bevonni a fejlesztésekbe, például a tüdőgondozó épületének felújítását, oda orvosi rendelőket elhelyezni, úgyhogy kizárólag ebben az ingatlanban lehetett gondolkodni, de ez rendjén van, szerintem jó helyen hasznosult és jó projektcélokat fogalmaztunk meg. A járóbeteg szakellátásnak az elvétele az nem csak egy esztétikai kérdés, meg egy hatáskör kurtítás, de szerintem az emberek felé nyújtható szolgáltatások leépítésével fog járni. Ez látszódik természetesen most is, ahogy a házi orvosokat az ügyeletekbe szervezik kényszerű módon. Látszódik azzal, hogy ugye a hihetetlen magas korfájú orvostársadalom erre nem tud majd másképp reagálni, mint hogy a 66 éves átlagkorú orvosoknak egy jó része vagy átmegy a magánszférába, vagy egyszerűen úgy dönt, hogy szögre akasztja a hivatását. Az érdiek meg majd járhatnak a Szent Imrébe. Tetlák Ős következik. Igen, köszönöm. Tehát akkor legyünk egészen precízek. Tehát ez a magyar adófizetők meg az érdi adófizetők pénze. Tehát mielőtt megint ájúdoznánk a kormánytól,
ezt a magyar adófizetők vállalásaiból vagy befizetéseiből lehet ezt megoldani. Az pedig, hogy egy intézmény fenntartása kinél van, az persze nem csak azt jelenti, hogy melyik, hogy a fenntartó mennyit áldoz rá összegszerűen, hanem például, hogy milyen munkafeltételekkel, milyen kinevezésekkel, és így tovább támogatja adott esetben egy intézmény munkáját. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként az elődeinkre is igaz volt, hogy ezt az intézményt az egész város saját magán énak tekinti, eként is viszonyult hozzá. Nem véletlenül történtek jelentős felújítások, nem véletlenül kezelte mindenki mind az ott dolgozó személyi állományt, mind pedig a épületet, magát, a teljes intézményt a sajátjaként. Ez az előterjesztés az arról szól, hogy a város teljes politikai közössége, nevezzük talán így, tegyen meg mindent azért, hogy a továbbiakban is ez a szakrendelő érdé maradjon, ne csak helyszínét tekintve legyen itt, hanem ért dönthessen arról, hogy miként üzemel, adott esetben mit tud megfinanszírozni, milyen szakellátásokat tud biztosítani, és egyébként meg minél több érdinek és érdi környékén élőnek érdemi ingyenes ellátásokat tudjon biztosítani továbbra is. Köszönöm szépen. Az egész törvényjavaslatnak egyébként az az értelme, hogy a járóbeteg szakellátó intézményekben meglévő humán erőforrást, szakembereket tudják mozgatni. Tehát tömködjék vele a lyukokat. Központi igazgatást találtak ki. Itt többlet van, itt vannak nyugalomban emberek, akik dolgoznak, gyógyítják az érdieket, el fogják vinni egy részüket, át fogják őket dobni olyan területekre, amelyek ellátatlanok. Ugye ugyanaz van szinte, mint a házi orvosi praxisoknál. 687 egész pontosan a betöltetlen házi orvosi praxisoknak a száma. Az országból legalább 1 millió ember tartozik olyan körzetbe, ahol nincs házi orvos, ami egészen elképesztő, de a végtelenségig lehetne sorolni a brutálisabbnál brutálisabb adatokat. Átszervezik, gyakorlatilag kiszívják a velejét ennek az egésznek, és az lesz a sorsa gyakorlatilag az érdi csapatnak is, hogy majd ugrálhatnak át a Szent Imrébe, meg olyan intézményekbe, ahol nem tudják ellátni normálisan a betegeket, mert nincs szakember. Erre kérnek felhatalmazást, ehhez kell ez a kapacitás. Itt van egy plusz kapacitás, ilyen szempontból plusz kapacitás. Amúgy meg normálisan működik minden helyben. Témészáros Andrásnak adom meg a szót. Abban a helyzetben vagyunk, amikor az előző két napi rendnéppontnál is, hogy az eleve megfogalmazott céllal, hogy maradjon önkormányzati fönntartásban a szakrendelő, azzal tökéletesen egyet tud érteni mindenki, ellenben azzal a körítéssel, ami egy politikai pamflet és rosszindulatú feltételezések, hogy mondjam, tömkelege, azokkal pedig nem tudunk egyetérteni, épp ezért támogatni se tudjuk ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Nem gondolnám rossz indulatúnak. A Takács Péter államtitkár a Medicina 2000 konferencián a minap mondta, hogy pont ez a cél. Tehát én ezt nem az ujjamból szopom, nem kitalálom. Államosítás irányába mennek azért, hogy ezeket a hézagokat, ezeket a kapacitás hiányokat el tudják tüntetni. Ha viszont ez a cél, akkor annak a következménye helyben meg ez lesz, ez a negatív tendencia. Köszönöm szépen, szavazzunk akkor a javaslatról. Indítható a gép. Kilenc igen, egy nem, négy tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlési javaslatot. Következik a jövő évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Javaslom, hogy fogadjuk el benne az intézmények belső ellenőrzési terveivel. Indítható a gép. Karcsi. Valahogy szavaz, vagy kapcsolt ki a gépet, vagy nem tudom. 13, igen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nálam már az egyebek jönnek, ugye? Nincs más? Akkor egyebekben, hogyha van kérdés. Simó képviselő úr, tiéd a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr. A legutóbbi októberi közgyűlésen a ünnepiességre életet, tehát hogy elküldi számomra azt a felmérést, azt az anyagot, ami az energia helyzetről szól. Ugye egy kicsit kapcsolódik ahhoz, ami az én előterjesztésem is szólt, és annak a konkrét számainak az összerakásához, hogy konkrétan az önkormányzati intézmény hol mennyi energiát használnak, és itt az adatokról is van szó. Ezt bár igényeltem szeptemberben, 30 napon belül polgársulnak kötelessége lett volna ezt nekem megküldeni, ma december 13-áig még nem érkezett meg. Még pluszban is írtam, még miért arra sem k
kaptam választ, kérdezném, és itt most kérem nyilatkozzon, hogy mi az oka annak, hogy nem hajlandó törvény szerint az adatszolgáltást megadni. A második pont, amivel szeretnék a tájékoztatást, illetve intézkedést kérni, a Sas utca Fehérvári út közötti részen, ez ugye a Karvaj, Kesejű, Sas utcából kiindulva Sólyom, illetve Turul utcák. Nagyon sok olyan autó van, ami nem odavaló. Például a kukás autók, amikor nem hulladékot gyűjtenek, akkor nincs keresni valójuk. Ott ugye leaszfaltoztuk például a Karvaj utcát, és tapasztalható, hogy a nagy autók alatt járnak. Már megint? Nem létezik? De nem, hát szemrevételezésre meg vagyunk. Kapcsolja be mindenki a gépét. De biztos, hogy meg vagyunk. Az enyém beve kapcsolva, én beszélek. Szóval ez egy trükk, hogy elvegyétek az időmet, de akkor kérem polgársak. Nem, persze, mondja csak. Még egy 20 percet rá, mi az? Na. Kifejezetten Balla Imre szórakoztatására találtam ezt ki. Szóval a Batthyány gimnázium tekintetében kérdezném a polgárs urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy fontosak-e számára az élt gyermekek, mi az oka annak, hogy még 2023-ban sem hirdettek felvételit a Batthyány gimnáziumba. Engem a válaszokban nagyon sokan megkérdeztek, akiknek a gyerekek oda járnak a Batthyányi általános iskolában, szerették volna folytatni a gimnázium tanulmányokat, és nem hogy 22-ben nem tudják, hanem 23-ban sem fogják tudni, hogy minden így marad. Megjegyezném, hogy Dunakeszin az ottani polgármesternek fontosak voltak a dunakeszi gyerekek, és lépéseket tett azért, hogy tényleg el tudjon indulni a gimnázium. És itt tegyük azt most zárójelbe azt is, hogy még a mai napig, ha jól értettem, akkor nincsenek megfelelő eszközök beszerezve. A Fűri és Pintyék utca sarok tekintetében legutóbbi októberi közgyűlésen, amikor tudtunk erről beszélni, a polgármester ígéretet tett, hogy lépések lesznek az ingatlan tekintetében, ami még mindig azos. Én múlt héten arra jártam, és hát még mindig szinte ugyanaz a helyzet van, mint ami volt májusban. Kérdezném, hogy mit kíván tenni polgármester, hogy az megszűnjön, hisz ugye most van egy rendelet, elméletileg akkor azt mondta a polgármester, amikor a rendelet vitája volt, hogy ezt a rendeletet alkalmazni fogják. Kérdezném, hogy mikor. A Pacsirta utcában van egy olyan ingatlan, amit bejelentettem, sajnos nem kívántak vele foglalkozni. Ez valójában a Fehérvári útra van címezve, tehát az ingatlan egy L alakú ingatlan, és a kapu nyílik a Pacsirta utcára, illetve van egy nagy fa, amiből ilyen szórós, ragacsos, akármi hullik a járdára, hogy gyerekek mennek az iskolába, és csúszós, az ingatlan tulajdonosa hatalmas mennyiségű hulladékot halmozott fel. Kérdezném polgármester, hogy mit kíván tenni, hogy ez a helyzet megszűnjön, akár például az új köztisztasági rendelet alkalmazásával. Katalin utcáról volt levelezésünk, ez egy nagyon nagy forgalmat lebonyolító utca az alsó és felső utcák között. Megsüllyedt, én kértem, hogy ezt javítsák ki, illetve ideje volna rendbe tenni az utcát, akkor kitérő válasz, illetve magyarázat érkezett, hogy miért nem kívánja. Kérdezném, hogy polgármester mit kíván tenni a Katalin utcában, a balesetveszély megszűnjön a felső utca felül részen. Lehet, hogy nevetséges bizonyos a polgármester úrnak ez a téma, de az ott élődnek viszont nem az, és hiába néz szórósan megírám valamire az helyzet, hogy miközben én komoly kérdésekről beszélek, közben itt képviselőtársaim jól szolgálkoznak az ülésteremben. A felső utcában a Pékségnél van egy lépcső, ami meglehetősen rossz állapotban van. Kérdezném, én azt korábban az EKF-től kértem, hogy javítsák ki, tegyenek lépéseket, még csak választ sem kaptam. Kérdezném, hogy mit tud tenni polgármester úr, hogy ez legalább választ kapja, illetve bőtemezésre kerüljön annak a lépcsőnek a megjavítása. Augusztusban küldtem e-mailt polgármesternek, illetve Szűcs Gábor alpolgármesternek a nagyállomásnál, a Tolmács utcánál. Ugye elkészült a parkoló, információim szerint a műszaki átállás megtörtént, a hiánypótlások vannak a forgalombehelyezési eljárásnál, hamarosan meg tud nyílni. Ott lényegében szerintem nem több, mint 5, de mindenképpen 10 méter alatti területet kell rendbe tenni az önkormányzatnak, olyan területen, ahol az önkormányzat az illetékes, hogy száraz lábbal át tudjanak menni a kisbolt előtti járdától az állomásig. Sajnos még csak választ sem kaptam, hogy elutasítják, vagy megcsinálják. Én kérném, illetve kérdezném, hogy mikor tudják azt elérni, hogy azon a kis 5 kötőjel 10 méteres részen ne tócsák legyenek, és száraz lábbal el tudjanak menni az emberek a nagy állomáshoz. Az Izabella utcát 2020-ban jelentettem be, hogy szétment az aszfalt burkolat, azóta se kép, se hang, többször bejelentettem egyébként. Azt sem mondják, hogy igen, azt sem, hogy nem. Egyetlen dolog van, hogy felpúposodott és szétöredezett utca van az Izabella utcában. Kérném a polgármester intézkedését a balesetveszély elhárítására.
A tóni csapásnál messziről is látható, hogy a valódi tóni csapás, tehát nem a Karolina utcára gondolok, amit a régi érdiek tóni csapásnak neveznek, hanem a térképen is tóni csapásként szereplő közterületnek kijelölt részen. Valaki létesített különböző telephelyeket, ahol sittes konténereket tárol, időnként távolról úgy tűnik, mintha sittet is. Kérdezném, hogy mi az önkormányzat álláspontja, mi a polgársó álláspontja, ez megengedhető-e, illetve milyen lépéseket kíván tenni, hogyha valaki nem tartja be jogszabályokat, akkor azok kerülnek betartásra, illetve mi az oka annak, hogy ezt eddig, ha esetleg szabálytalan lenne, akkor ezt eddig büntetlenül megtehették. Illetve utolsó pontként kérdezném, hogy a Felső utca Karolina utcánál tervezett csomópont, ami 2019-ben nem csak hogy tervel, engedéllyel, hanem kivitelezési szerződéssel is rendelkezett, az mikor fog megvalósulni, az egy elég balesetveszélyes csomópont. Nagyon sokan próbálnak ott átjárni, nincsen ugye gyalogos átkelő sem, az is terben volt. Kérdezném, hogy mikor tud a beruházás elindulni a pályázati forrásból. És bocsánat, egy pont kimaradt, a Fehérvári úti csomópontnál kérdezném, hogy mit tudnak tenni azért, hogy a beruházás organizációban, továbbiakban olyanok ne forduljanak elő, hogy egy teljes városrészt elvágnak a közlekedéstől. A Vadmadaras utcákból gyerekek nem tudtak iskolába menni konkrétan azért, mert a polgársi hivatal olyan organizációhoz járult hozzá a munkaterület megszervezéséhez, hogy gyalogosan csak sárban, vagy pedig autók között ugrálva tudtak menni. Konkrétan volt olyan, a kislányt lefröcskölték az ott nagy sebességgel elhaladó autók, illetve hát, hogyha valaki az életét kockáztatva próbált átmenni az autók között, akkor az nem biztos, hogy egy jó dolog volt. További ilyen beruházásoknál mit kívánnak tenni, hogy odafigyeljenek, és ne csak akkor jelenjen meg a polgármester, illetve a képviselő, amikor szelfizni kell, akkor is, amikor az embereknek ilyen jellegű problémáik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én magam szelfizni nem szoktam. Nem tudom, kire vonatkozik. Vegyük sorra, akkor kezdjük az utolsóval. Én szerintem a koordináció során az ottani kollégák mindig igyekeznek észszerű és jó döntéseket hozni. Nem tudom, hogy erre miért került sor. A fő kérdés az, hogy lehetett volna másképp szervezni. Ha lehetett volna, akkor mi lett volna az alternatíva, miért nem azt választották, egyezetek velük, utána nézek, de higgyel a képviselő úr, koordinációkra is beszoktam kukkantani, nem a feladatom, ezeket próbáljuk segíteni, kézben tartani. Nem vitatom, hogy a panasz jogos, mert biztos szörnyen hangzik ez, és kellemetlenségekkel kellett szembenézniük, tehát ezt megnézzük. A képviselő részére a Balla Györgynek továbbított táblázatot megkértem a Ferenc Juditnak, hogy adja oda az ön vagy a tech kezedbe a pénzügyi bizottságnak az egyel korábbi ülésén, meg a mostanin is, de nem jöttél el az ülésre. Kell járni a bizottság ülésre. Mondhatnám cinikusan. De természetesen semmi akadályát nem láttam annak, hogy ezt megnézd. Nem egy nagy történet. A Balla úr minden önkormányzatnak ugyanazt a formanyomtatványt küldte ki. Ez egy táblázat. Szerintem maximum másfél oldal lehet. És ezt a táblázatot a közgazdasági főosztály az intézmények segítségével és a cégek segítségével kitöltötte. Ebből kerekedett ki az a bő 3,5 milliárdos főszám, ami akkor szeptember végén látszódott, mint egy év leforgása alatt előálló összköltsége az önkormányzat égisz alá tartozó valamennyi szervezeti egység vonatkozásában. Az év vége valamennyivel csendesebb volt, már úgy értem, hogy a TTF-en ugye csökkentek a gázárak, volt olyan szerződésünk ugye a SZAJEB-bel, aminek köszönhetően ezek végre begyűrűztek, de azért azt kell látni, hogy január 1-től kutyavilág jön ránk. Tehát olyan cudar lesz a helyzet, azt kell, hogy mondjam, hogy az ottani számok szerintem tényleg realitássá válnak. Ugyanazzal nézünk most szembe, mint amivel szeptember végén, ha csak nem születtek meg azok a központi döntések, amelyek mondjuk a menedékes árat, kedvezményes árakat, ársapkát, stb. Kezelik. Tehát ha ránk szabadítják önkormányzatokra a szabadpiacot, akkor az ottani szám az, ami irányadó, ami viszont egy szörnyű helyzet. Karácsony előttre ígéri a kormány, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalások eredményeképpen meghozza a döntést, hogy mekkora támogatással járul hozzá a többletköltségek viseléséhez. Még csak megtippelni sem tudjuk, hiszen amikor velünk tárgyaltak, akkor még a legelején tartott az egyeztetés sor, az első között hívtak be, és 150 önkormányzattal ültek le egyeztetni. Egyébként képviselő úr, szinte mindenki, vagy mindenki ugyanezt a szorzót alkalmazta, tehát ötszörös
rezsiár emelkedést prognosztizáltak az egyes önkormányzatok. Mire szorozták? Mire szorozták a kilovatt? Figyelj, hát az akkori gázáraknak megfelelően, illetve... Hány kilovatt? Milyen hány kilovatt? Hát, hogy hányra szor kell szorozni? Hát nem tudom, megnézzük majd. De nem hasraütésszerűen csináltuk, nyilvánvalóan. Egyébként nem kételkedett benne senki, és mondom, ugyanezekkel a ötszörös szorzónak megfelelő számokkal jöttek be a polgármesterek, és kommunikálták is azt aztán kifelé. De tudom, itt legyen 1 milliárd a plusz, azt se tudjuk lefinanszírozni, tehát azt, hogy 1 vagy 3 milliárd a többlet, ha nem kapunk rá kiegészítő támogatást, akkor nem is tudom, mit fogunk csinálni. Tehát így néz ki a dilemma. A rengeteg apró cseprő, nyilván most nem eltúlozni akarom lefelé ezeknek a problémáknak a jelentősége, amit mondtál, tehát a Fűri utca, a Papagája, Fehérvári út, a Karolina utca, a nagyállomás környéke. Én ezekre egyrészére azért nem kaptál választ, mert ki akarok menni én magam megnézni, de egy másrészt meg leírtam neked, hogy pont ez hiányzik. Tehát a Szarka Gabival mindegyiket végig fogjuk járni, és azon leszünk, hogy ezeket megoldjuk. Azt kell látnod, hogy az Égfi ugye nem nőtt a létszáma, és nem nőtt a finanszírozása se, tehát ugyanazon az alacsony szintű finanszírozással működik, agyon vannak hajtva az ottani munkatársak. A tetejében most bejöttek ezek a keretmegállapodásos közbeszerzésből finanszírozott központi projektek, úgy néz ki, hogy sikerült mindegyiket megmenteni. Az egész csapat azon dolgozott, hogy az Égfi ott legyen, és segítsen meg, mentek az aszfaltozások. A képviselők folyamatosan rángatják az ott dolgozókat, te is tudod. Mondjuk az a dolguk a képviselőknek, csak véges a kapacitása egy Szarka Gábornak, mondom. Tehát meg fogjuk nézni, egy nagyon kis türelmet hadd kérjek tőled most, itt nem a téli szünetben, hanem itt a december közepe és január közepe közötti időszakban. Szerintem valamit meg fogunk tudni csinálni, valamit meg nem, de mindegyikre meg fogom írni a választ. Vagy azt, hogy megcsináljuk, eddig és eddig, vagy azt, hogy azért nem csináljuk meg, mert valamilyen oknál fogva nem lehet, vagy mert akkor a forrás követel meg, amire meg nincs pénz. Jó? Tehát ennyit szeretnék hozzátenni. És egyetlen egy tisztem maradt hátra, hogyha nincs több hozzászólás. Szóval, bemutassam az új diák polgármestert, aki tagja volt a... Ja, bocsánatot kérek. Nem baj, Hardi Levente Ámos, ugye őt választották meg. Tapsoljuk meg. Sok sikert, jó munkát kívánunk. Végül is az elmúlt egy évben láttuk, hogy mennyire lelkesen dolgozol, úgyhogy most itt az alkalom, hogy első számú vezetőként kibontakoztasd a tehetséged, és érdi ifjúság ügyét sikerre vidd. Úgyhogy jó munkát, köszönjük szépen. Bocsánat, nem látom a gépet, sorry. Tehát a Bence jelezte, hogy probléma van. Mit kell csinálnom? Indítsd újra. A Gregusnak addig nem adhatom meg a szót, hogy haladjunk. A képviselő úrnak mondanám, hogy én szerintem a többiek nem rajtad nevettek, meg azon, amit mondtál, Karcsi, hanem azon a képen, amit én most itt látok, hogy egy ifjú pár fogja a kezét benne egy esküvői csokorra, mint aláfestő illusztráció. Szóljatok, hogy mikor adhatom meg a szót a Gregus László képviselő úrnak. Most. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, képviselő úr. Szóval... Jaj, a Batthyány, jaj, de jó. Annyit mindent mondtál, és olyan sűrűn beszéltél, hogy ez elmaradt. Tehát a Batthyány szerintem meghirdethető lesz, és egyeztettem a Katival, hogy hirdessük is meg. Nem csak a Krigó Katalin, hanem a Maruzsa Zoltánnal volt erről egyeztetésem, tehát a Batthyány szerintem nincs akadálya, hogy jövőre bekerüljön a meghirdetett felmenő rendszerben induló gimnáziumok közé. Egy pár dolgot még el kell varni hozzá, de meg lesz. De megoldható. Megoldható. Rajtunk nem múlik. Tehát ha az jön le neked, hogy mi ezt fékezzük, fúrjuk, szabotáljuk, az nem igaz. Rendelkezésre állnak a feltételek hozzá, úgyhogy egyébként csütörtök reggel megyek a tankerületi igazgató asszonyhoz, erről is beszélünk. Akkor igen. Akkor megadtad a végszót, tankerületi vezető asszony. A novemberi közgyűlésen ugye azt a napirendi pontot, hogy elfogadjuk a tankerület beszámolóját, azt úgy szavaztuk meg, nem egyformán, nem egységesen,
hogy a következő közülésre a tankerület vezető asszonyt meghívjuk, tekintettel arra, hogy számtalan kérdés merült fel, amire nem tudjuk a választ, és tekintettel arra, hogy sem a bizottsági, sem pedig a közgyűlésen nem jelent meg. Szeretném mondani, most már talán el is engedjük a kérdéseinket, amik a beszámolójával kapcsolatban felmerültek. Egy kérdés azonban nagyon akut, ez a Móra Egymi helyzete, illetve a költözés, a Teleki iskola helyzete, mik a tervei, mik az elképzelései, az mennyiben fedi a mi elképzeléseinket. Tehát számtalan olyan dolog van vele kapcsolatban, amiről jó lenne, ha valamilyen formában tájékoztatást tudna adni, elsősorban a közgyűlésnek, persze a bizottságnak is. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Én a tankerületi igazgató asszonya minden héten levelet váltok, találkozom, egyeztetek, úgyhogy ezeken a problémákon próbálunk úrra lenni, megoldást találni rá. Talán az Egymiről érdemes beszélni, hiszen sokan kérdik a városban. Ugye azzal, hogy a Teleki iskola felköltözött a Búvár utcába, vagy hát a Favágó utcába, megürült az az épület, a régi épület. Gyakorlatilag az történt, tessék, de mondjam azért el, vagy... De a Favágóba költözött a Teleki iskola. Hát nem ezt mondtam? Azáltal, hogy a Teleki iskola felköltözött a Favágó utcába, megürült a bentéri, törökbálinti régi épület, mert erről van szó. Természetesen, ha ne adj Isten, nem ezt mondtam volna, akkor korrigálok a képviselő asszony bekiabálására, mely szerint támogatja a projektet. Szerintem sokszor elmondtam, csak röviden. Tehát az a lényeg, hogy abban az építményben általános iskola lesz, és egymis iskola együtt a kettő. Tehát hagyományos általános iskola és a másik típusú általános iskola. Szerintem sokan kérték már ezt régóta, és egy megyei jogúvárosban kell is legyen. Ezt támogatja Maruzsa Zoltán, oktatási államtitkára úr, az Aracki András képviselő úr is. Hárman együtt is egyeztettünk személyesen, azóta telefonon is többször az államtitkár úrral. Az a kérés, hogy az a kevés pénz, ami ott megmaradt, az nem sok, 600-valahány millió forint, az költsük rá az épületre a legoptimálisabban. Sajnos ez ma már nem sokat ér, az az igazság, de a kormány nem tud most erre adni rámelést. Majd valamikor fel lesz újítva teljesen az az épület. Most a tervezőkkel azt nézzük meg, hogy mi az a költési módszer, tehát mire érdemes elkölteni ezt a pénzt, hogy ne egy ilyen ráncfelvarrás legyen, hanem egy értelmezhető, indokolt, műszakilag indokolt, célszerű beruházás. És ha ez megvan, akkor azt viszont már én nem tudom most ehelyütt megmondani, mikortól indulhat el ez az iskola, de úgy gondolom, hogy a jövő tanévben még nem. Tehát a szeptember az szerintem az nem biztos, hogy menni fog már. Csütörtökön erről is beszélünk majd. Megadom a szót Balla Imre képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Többen fordultak hozzám mindenfélével, de nagyon hasonló a probléma. Állandó zaj, szinte már csak éjjel nem nyírnak füvet, flexelnek, megy a buli, szabálytalan közlekedés, piros lámpák, záróvonal, két zebra között átrohangálnak a gyalogosok. Előttünk lévő közterület karbantartása, szabálytalan parkolás, akár a parkolni tilos tábla alá is, szemetelés kicsiben és nagyban, motorosok, vadosok természetvédelmi területen, illegális autóbontók, gyanús autószerelők, társasház mizéria, sorolhatnám még sokáig, igazából nem akarom mindet felolvasni, valaki már azt mondta, hogy ő jelentkezik serifnek, csak adjunk neki egy pisztolyt és lerendezi a dolgokat. Tudjuk, hogy a rendőrségnek elég sok dolga van, tudjuk, hogy nincsenek, hogy mondjam, oké, nem tudjuk, akkor azt tudjuk, hogy a rendőrség mindig a toppon van városunkban, viszont az a kevés erőforrás, amit a városra tudnak fordítani, az nem elég. A polgárőrök szintén itt vannak a városban, szintén nem elég. A közterületesek szintén vannak, tehát igazából kevesen vannak azok, akik ezeket figyelni tudnák, ne adj Isten, szankcionálni tudnák, hogy ezzel nem tudunk-e valamit kezdeni. Tudom, hogy ez kicsit oda tartozik, hogy következmények nélküli ország, következmények nélküli város, de mégis van-e valamilyen lehetőségünk, akár jogi, akár ha pénzt kell rákölteni, akkor az, hogyha az én fejemet kell rátenni minden rosszul parkoló autóra, hogy hívjanak fel engem, akkor az nem érdekel, de hogy valamit próbáljunk megtenni.
Simó Károly pedig közben elment, pedig neki is lett volna egy-két keresetlen szavam. Köszönöm szépen. Mi az, hogy neki is? No. Hozzá is. Jó, ahogy... Na, az is nem értettem, nem a hozzát. Ezeket képviselő megvizsgáljuk. Az ilyen határterületeknél azt szoktuk csinálni, hogy összehívjuk rá az összes érintett szereplőit a közigazgatásnak, tehát járási hivatal, rendőrség, polgárőrség és a polgármester hivatal munkatársai együtt, úgyhogy ha gondolod, szívesen bevonlak ebbe a projektbe. Jó? Szűcs Gábor, a polgármester úr, szeretne szólni. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én áldott békés és boldog karácsonyt szeretnék kívánni, és kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. Így mind a közgyűlésben, mind pedig egész városunk, mind összes polgárának. Köszönöm szépen. Elvetted a kenyeremet, mert természetesen ezt én is szerettem volna megtenni, de meg is teszem, mert úgy illik, hogy a polgármester is kifejezze a jó kívánságait. Kedves képviselőtársaim, kedves hivatali munkatársak, kedves vendégek, kedves diákpolgármester úr és a diák önkormányzat, legyen mindenkinek áldott, békés, kellemes, szereteteljes a karácsonya. Pihenjetek sokat, ahogy mondtam, töltekezzetek sokat, és legyen mindenki egészséges. Boldog új évet kívánok 2023-ra az érdieknek. Köszönjük a figyelmet, az ülést berekeztem, legközelebb január közepén találkozunk.